egészen a Rádió 1 budapesti stúdiójából 39 frekvencián élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül kopasz kocsek Vadon Jani, a hatalmas velencei Szitja Oroszlán Jaj, Rákóczi Feri, és a hihetetlenebbnél csodálatosabb lál, felülmúlhatatlanabb lál, non plus ultrább, ő maga, maga, ő a hihetetlen Sebestyén Baller Ballesztinyó Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsé! Mi van? Ja, semmi. Jó reggelt kívánok. Hello, mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok. Janiék. Igen, szerda van. Janiék van. Szerda van. Még mielőtt valaki megkérdezni, hogy kedvem, hogy szerda van, és legalábbis félig egyébként fél hétig Janiék vagy Feriék leszünk. Aztán csatlakozunk hozzánk Balázs, és akkor megint majd Balázsék lesznek. Csak azért gondolkodtam egy picit, mert mind vannak emberek, akik megkárók oda, mert a kommunikációk is, amikor azt láttam, hogy ez a szemüveges, lángos képű arcú, nagyon szimpatikus ember kell kezdve nézegetni jobbra meg balra, akkor tudom, hogy hazudik. De mert az a kommunikáció. Agyalni, hogy mit is beszéltünk, meg mit mondjam. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 4 perccel múlt el 4:45, a szerda szerintem csütörtök, de ez nem ront semmit azon az állagon. Ja tényleg, de most nem azért toltam egyébként, mert hogy ezért milyen jó fej vagyok már. Egy kicsit én gondolkodtam rajta, mert ugye van ez a bizonyos 112-es hívásunk. És tényleg csütörtök, de király. Nem kérjük, Zsül, köszönjük szépen, szerd, mert látom, hogy már indulsz, hallottuk eleget, hogy szerda vagy kedd van, ugye, ezen megy a gondolkodás, betelefonál 112-nek a csávó, aki mondja, hogy szerda, és erőtes, meg mondja, hogy kedd. És én azt hittem, hogy te erre fűztél rá. Nem. Valószínűleg annyira beégett már nekem ez a számomra egyre kevésbé vicces kis hangbejátszás, hogy basszul. Ja, igen, hogy... Nem, tehát akkor minden hallgató, akit most megvezettünk, szerintem csütörtök van. Jó, de nézzétek meg a telefonját. Viszont azt szeretném kérni, nem akarom megint pufogásra kezdeni, de ott igen, ja, hogy ez a rohadék számítógép, ami be van állítva, hogy éjszaka frissüljön, az miért kezdi el azért, hatkor? Mert azért, mert olyan régen frissítették a te számítógépet, hogy kell neki ez a kis cirka. A tatának mindegy. Igen, ilyen 3-4 órás ilyen frissítési. Most vagyunk 48%-on. Nézd az enyémet, oda toljam. Igen, légy szes, 48%-on Zsül szerint ez most már 3 órája így áll, és még oda is van írva, hogy a gép többször is újra fog indulni. Éjjel, hurrá! Tehát nekem ne írjatok közlekedési infót, hogy Janinak igen, tehát a Jani most az infófelelős. Bármilyen közlendőtök van, azt Janinak írjátok. Kezdtitek úgy, hogy drága Jani, édes Jani, kedves Jani, kedvencem Jani. Bárhogy nem is tudjátok írni. Most írjatok bármit. Szinte mindig jó. Persze, igen, mondhatni. Így van. Tehát, hogy senki nem fog ezért fekete listára kerülni, mert tudom én. A lecseszések reggele van ma, csak mondom, bejöttem, állok a kávégépnél, első reggeli kávém, érted? De jó, megérkezik Juli, és érzem, hogy a Julin valami nem olyan, mint eddig. Végignézem tetőtől talpig, vannak helyek, ahol megállok rajta. Elmerengek a közös jövőnk. Na, ők észre se vették, édesem, látod? Hát tudod, se vetted, az első kávégén halott vagyok, jó, sőt, most mondom, mondom egy a sztorit, és akkor... Vagy valami így érlelem magamban a mondatot, hogy hogyan is szóljak hozzá, amikor tudod, látsz valami furcsát egy egyébként számodra nagyon kedves, és már 10 éve kollégán, vagy 11, hogy így valamit mondanod kéne, és akkor mondom meg, hogy Juli valami már itt meg is állított, hogy nem tudnád úgy kezdeni, hogy de gyönyörű vagy milyen jól áll az úr. Mondtam, hogy tudnám, de nem az. Juli levágatta a haját. Igen. De hát tudod, hogy én őszinte ember vagyok, ordítok, toporzékolok időnként, és már hát nem szeretném, hogy feszültség legyen otthon, tehát én a Juli külsőre nem mondok semmit adásban. Jó, akkor hallgat, majd Juli elmondja. És hogy ez ilyen lövés a nőknél, hogy nekünk, ha észreveszük, mert én voltam az egyetlen Juli, aki észrevette jó reggelt. És bizonyám. Az senki más, senki, de még a Viki sem, tehát a Viki így ül velem 10 perce szembe. Jó, ő még de az. Itt nem lehet, hogy nem arról van szó, hogy nem figyelnek oda, hanem egyszerűen nem érdekli őket. A Viki haja is új. Az semmit nem változott, szívem, ne haragudj. Viki, a te hajad viszont. Ah, rázd meg. Ha nem csináltam volna meg tegnap a heretesztet. De biztos. Hosszabbítottad, vagy mi? De nem. Csak sötétebb lett? Új festés. Jó, oké, akkor azért elnézést. De a Juliét észrevettem. Kezdünk átmenni ilyen csak csajokban. Nem baj, kell nem a csajos baj, téma. Figyelj, az miért van, hogy az egyetlen, tehát hogy neked
neked csak azt lehet mondani, hogy de jó az új haja. Nem, én nem mondhatom meg, el őszintén, meg, hogy nekem a hosszabb jobban tetszik. Tehát nem, most egy kicsit nem, a Vikibe tudok szerelmes lenni, mert neki hosszú olyan van. Megérkeztem, ráfordulok Ferire, és Feri megfordul, és ott volt minden az arcán. Körülbelül. Igen. Jaj, ki ez? Te ki vagy? És azt mondta, hogy új a hajad. És abban benne volt az új a hajadban minden. De nem mondhatom azt, hogy nagyon jól áll, mert nem mondhatod? Nem mondhatom, de nagyon szép vagy így is, ugyanúgy szeretlek. Csak én nekem... Pacekba hazudni egy Rákócinak, érted? Én nem tehetem meg. Én hát azért mondtam azt, hogy én nekem jobban tetszett a hosszú hajad. Én szeretem a hosszú hajamat. De a hosszú hajamat folyamatosan összefogva hordtam, ezért vágattam le, hogy legalább legyen valami formája. Tehát teljesen felesleges volt a hosszú haj, mert állandóan felfogva hordtam, nem tudom, észrevetted az elmúlt időszakban, hogy állandóan volt. Nagyon szexi volt. Na hát látod. Essék, most meg lelágatod. Ez na. Baj. Na mindegy. Szóval minden körülsz jobban, ha nem veszik észre, vagy ha megmondják őszintén, hogy nekem a régi jobban tetszett? Hogyha észreveszik. Nem, ha észreveszik és véleményt alkotnak róla, egyébként teljesen mindegy, hogy ez most... Szerintem neked tetszős vagy nem tetszős, nekem tetszik most ez, mert legalább valami történt vele. Ahogy egy ilyen nagy konyban állna. Nézd meg, hogy kinyílt a csipája! Picit őszintén lett volna egy fél órával ezelőtt, vagy... Vagy az elején, hogyha észreveszed és szólsz neki. Itt a Bali, és neki is új a haja. De jó, és családi nyíratás, hogy gyerekek. Tudod, mi van, viszont Zsűr, te barom jól nézel ki, megyünk szobába. Ne hazudj, légy szél. Szóval, hogy miért nem lehet azt feldolgozni, hogy én azt mondom, hogy szerintem jobb volt a hosszú? Én feldolgoztam. De nem dolgoztad, mert nézd meg, hogy nem puffogtam, csak kifordultam kedvesen, és visszafordultam. Nem, tehát azért ennél kicsit több kell, hogy belém tiporj, nincsen ez semmi gond. Nem, csak szerintem jó a hajam. Most jössz, vagy megvárod még a izét? Nézd meg. Nekem nem új a hajam. Most miért mondod, hogy nekem új a hajam? Neked nem új a hajam? Nem, nekem két hete ilyen a hajam. Akkor mi történt veled tegnap óta? Semmi. Megszépültem. Sokat aludt, kipihente magát. Túlzott a magát. Hát ső gyerekek, mi újság? Semmi, csak csajokat tolunk. Csak csajok van ma. Igen, mert én voltam az egyetlen, aki észrevett, hogy Julinak új a haja, és akkor mondtam neki, hogy hát nem rossz, de nekem a régi jobban tetszett. Mi volt a válasz? Ezt nem így kell mondani, hanem úgy kell, hogy de ragadóan szép lett az új hajad. Igen, egy nő levágja a haját, az érzékeny. Hát de én csak elmondtam, hogy nagyon jó. Én is szeretem, de én nekem a hosszabb haj jobban bejött. Érted? És erre nekem esik azoknak, akik nem vették észre, hogy új a haja, bezzeg nem szól semmit. Most... Na mindegy. Neked új a hajad, Jani? Új. Most egyébként most nagyon loboncos vagy, János. Próbálok meg úgy lelkesedni a témáért. A Vikinek is új a haja. Én szerintem azt sem venném észre, átfestenék a kocsimat, gyerekek. Tehát konkrétan az van, hogy az egy küzdök, mint malaca jégen, úgy küzdök, úgyhogy... Most egyéb harcaim vannak. Neked jól áll a kialvatlanság. Tessék? Sármos, szexi, kicsit még hozzá föl, még egy-két jó mondat, és egészen magamra találok egyébként. Én nem vagyok kialvatlan, tehát aludtam, csak nagyon sokat dolgoztam tegnap, és ez így gondoltam, én most nem sietek. De nem sietek. De ahhoz képest de rendesen fölkeltem 5-30-kor, tehát fölébredtem, csak Vikinek szóltam, hogy egy picit később, kezdjétek el, de jövök, tehát nem volt terve a 7 óra. Csak nem, egyszerűen nem. Nem megy ez már úgy, gyerekek, az van, hogy... Megöregettünk. A kutya fáját. Régen úgy letoltam akár 3-4 hetet is rádió, tévé együtt, és most már azért úgy malac vagyok a jégen, aki úgy... Csúszkálok azért. Csúszkál, kapaszkodik? Csúszkálok. Nem könnyű ez így a kettő együtt. Mire készülhetünk? Hány hétig tart a Nem mondhatok forgatás? Semmit. Ja, jó. Oké, nem kérdeztem semmit. Ez üzemi titok, mert akkor TV2 kifürkészi, hogy ez egy hosszú... Tudod, ez vagy ami... Vagy rövid. Nem, úgy is tudtak mindenről. Tehát... Nem is a TV2, hanem hogy... Ja, nem. A korrektség, tudod, hogy most ne toljuk ezt itt. Meg majd ja. Amikor kommunikálja a csatorna, akkor kell addig én csak dolgozom, aztán majd úgy is kiderül. Na, mi újság, minden oké, mindenki van egyébként. Mindenre, de Feri, mit akartál mondani? Amellett, hogy jól lennek új a haja? Ez elvitték 12 percet, ezt ja, megúsztátok. Na, akkor megvagyunk. Mennyi? Meg vagyunk, mi kerekek vagyunk. Óriási partizás volt tegnap este, úgyhogy én is későn feküdtem, de én jól éreztem magam benne. Megint csak egy ilyen szűkebb társaságban, 30-50 ember. Nem, között. Most nem nálunk volt, mert ha nálunk van, akkor általában az akkor szokott így összejönni, hogy én most már rájöttem egyébként, az van, hogy nekem nem szabad kint sütnöm, főznöm, mert ezek figyelik a füstjeleket.
a szomszédaim. Ne, mondd már. Esküszöm, tehát látják, hogy megy a grill, már érted, csak úgy elsétál ott arrafele, ott előttünk, és ez mondja, jaj, hát pont bulival, aha, csak bejövök. Feléd a flekken illat. Igen, van két söröm, áthozzam, gyere, persze, hozd át, aztán csak picit, jó lesz a dolog. Neked ezek olyanok, mint az indián füstjelek, tehát olyan, igen, mintha jeleznél is egy kicsit. Értem. Ezt mondom, hogy most már csak benn fogok sütni, főzni, és a készételt viszem ki, mert ha grillezek, ha bográcsolok, annak mindnek van értett füstje, és jönnek rá. Hát szarul kéne főzni, de nem megy. Ne, hát most már hova fejlődjek visszafelé, de én imádom is. Na mindegy, máshol voltunk, mert összebandáztunk a vitorlástáboros szülők, ugye Soma elkezdett járni, meg van őrülve a gyerek, már most mondta, hogy apa, nézzünk hajót, mondom, most felejtsd el, hogy bármilyen pénzt én ezért kifizetek. Ugye? Ott van az a bazimut, amit Balázs szokott mondani. A bazimut? Az nagy vagy kicsi? Vagy bazi nagy? Hát a nev alapján. Teljesen rá van pörögve a gyereknek, és akkor jár egy másik csapat is, úgyhogy velük bandáztunk tegnap este, és arra jutottunk, hogy hát ennek több oka is van, egyrészt maga a hajózás, ami biztos egy ilyen nagyon jó dolog érteni hozzá, valamint hajós néni, hogy bedumáltuk magunkat, és ma megyünk Márton apukával egyetembe, na, hogy akkor mi ezt kipróbálnánk, hogy mit kell csinálni. Új fröccs partner. Ja? Hát ilyen kis pici hajókon mennek ilyen kis. Optimist, valahogy így hívják. Fingiringi. Ekkor az egész. Optimus. Optimus fővezér. Lehet, hogy ezért tetszik a Somának, mert ez a neve. Optimist. És akkor kettő. És ez pedig neked egy álca, hogy stílszerűek maradjunk, mert hogy mert hogy megint piáli a parton. Így, nem a parton, na, viszünk fel a hajóra. Igen, de mert csodálkoztam rajta, hogy ez mint egy velencei tavi gyereknél nem jön elő ez, mert hát, hogy háromféle csapás irány alapból van, tehát vagy hajózol, vagy náttetői házakat építesz, vagy építési vállalkozó leszel, gondolom ez a három, ami szóba jöhet, és még egyikre se kacsintott rá a gyerek. Hát az építési vállalkozó még korai lenne, de a vízbiztosság már ugye évek óta megvan, és már ő tavaly is akart egyébként vitorlázni, a gyerek csak valahogy elmaradt. És most fia óriás szerelem van, és akkor imádja. És úgy vannak benne, hogy két ilyen 8-10-9-6 éves gyerek van, egy ilyen hajóba, igény szerint, kinek mekkora a gyereke, és kívülről egy emberke mondogatja, hogy mit kell csinálni. És ezek harmadik napra, érted? Várjátok meg a partnőrséget, mindjárt jönnek a bácsik. Úgyhogy egy hetes a sztori. Most egy, igen, de már gondolkozik rajta, hogy jövő héten is megy. Súgtam a lényeg, ugye nincs hely, nem tud jönni. De hadd menjen. Jövő héten is? Tök jó. Jó egyébként, tényleg. Meg ha megtanul vitorlázni, az igen, menő. Igen, ha 10 évesen ez így benned van, akkor szerintem az jó. Az benő, persze. Na jó van, drága hallgatók, akkor gyorsan lehet jelentkezni játékra, aki szeretne. Jó, írjatok. Mi pedig akkor jövünk mindjárt. Jó, fél hét van. Pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mindjárt a hírek után. Itt vagyunk, gyerekek, 3-7 lesz, 2 perc múlva álló mindenkinek. Jó reggelt! Gyűrörtök van, és hát... Szóval, hát valaki még nem látta, nem tudja, ráfordultunk az augusztusra, gyerekek. Ráfordultunk az augusztusra. Nagyon tényleg esélye van. Vagyis tulajdonképpen most már végérvényesen. Augusztus van. Kevesebb a hátra. Kifelé. Már ugye ez a július felénél megvolt, vagy hát tulajdonképpen június végén, de most már itt olyan 8. hónapban vagyunk, ez így. Ez most már erősen augusztus. 8. hónap, és nem is látszik. 8. hónap, jön az augusztus. Tegnap kint feküdtünk csillaghulláson. Nem korai egy kicsit? De mi nagyon feküdtünk. De nagyon szeretettek volna látni. Igen. Láttuk a nemzetközi űrállomást. Az jó. Szép. Nagyon sok műhold van, gyerekek. Tehát régen emlékszem gyerekkorom. Jó, mert az orosz radarok már elveszítették, de... Az igen. Úgy kellett vadászni a műholdakat, hogy tényleg jöjjön mit egy évbe egy. És kifekszel, és ha kicsit így tudod, hogy mit kell figyelni, meg merre, meg milyen, hogy mozog, meg minden, és nem üvöltesz föl minden EasyJetre, meg Ryanairre, hogy ott a műhold! Ott a műhold! Nézd, már ott van négy! Ott a műhold! Hogy villog, ez ott a műhold! Nem, ez a Budapest-Brüsszel. EasyJet. Ott a műhold! Nem, az a Prága-Budapest-Vizel. Akkor nagyon jönnek. Szóval, hogy olyan forgalom van az égen, hogy fantasztikus, úgyhogy kis pokróccal leterítve négyen feküdtünk. Te aludtál. Én néha egy kicsit úgy... Igen. Apa! Elbobiskoltam, a két gyerek imádta, közben tüzet gyújtottunk, úgyhogy nagyon jó volt, abba beleestem. Úgyhogy abszolút. Na, hát az azért van. Volt. Ropogott a tűz. Én várom még azért ezt az augusztus, ebben még valamikor jönnek majd persze, idák. Leonidák meg, Leonidászok meg, nem tudom. Leonidászok is, igen. Beszélek, úgyhogy amikor majd kifekszem hullócsillagot nézni a szigeten. Igen. Oh, de csillag. Akkor azért az még jó lesz. Hát a tegnap ez csak egy ilyen főpróbája volt, hogy mennyi a fényszennyezés ott nagyjából Török Bálint környékén. Hogy tudsz feküdni. Hogy tudok feküdni. Hogy kényelmesen jó-e a hátadnak. Milyen a fű, milyen a pokróc, van elég takaró. És kiderült, hogy egyelőre a főpróba jól sikerült.
Gyerekek, élvezték. Pultot. Tessék? Párpultot. Elérem a bárpultot. Belelógja a kezem a medencébe, a jobb lábam a hűtőtáskába, a bal lábammal forgatom el a szalonnasütőt. Úgyhogy jó volt, tényleg jó volt. Figyelj, azt írják, hogy 8000 különféle van már fönt. Nagyon durva, tényleg durva. Igen. Á, sokkal több műhold van. Persze, az hülyeség. Aki ezt írta, hülye. 40-50 ezer körülbelül az a műholdak száma, már figyelj, most fönt kering. Jó. Hülye kis a föld. Ne, hülye, hülyeséget írnak. Hát most ebben ismerjék el. Hát kelljenek föl, és írják oda, hogy hülyeséget írtunk. Hát most de most... Igen, nem, körülbelül ne vicce, csak Amerikának hány műholdja lehet, ez nem lehet, hogy 8 és ott van Kína, ott vannak az oroszok, India, nem, körülbelül ami most kering a föld körül, az nagyjából azt mondják, hogy hát most már ilyen 50-70 ezer, de nem nincs senki is igazán pontos számok, elérheti a 100 ezer számot is, ami kering körülöttünk, a 8 ezer az, tehát most összeállunk, már ketten fődobjuk érteni. Ami mikor jön, az az egy. Hát de az nem műhold, hát az más. Az műhold. Igen, az műhold. Műhold. Úgyhogy, ja, tényleg nagyon sűrű, és jött az ISS is. Na, őt ma nagyon is jó. Láthatod, 21-24-21-25, aztán 22-55-től 23 óráig. Azt akkor mi a 21-15-öset láttuk. Neked tegnapit, azt már mikor jött? Kicsit később láttuk, szerintem. Igen. Nem mutatja a tegnapit? Nem, azt már nem tudom megnézni. Melyik programon nézed? Most a Skywalk. Skywalker. Skywalk, nekem is van egy ilyen égfigyelő, mert gyerekek kimegyek. Mi a Skyview-t nézzük. A Skywalk jobb. Nem tudom, mert Skyview-t nem ismerem, de itt van kalendár. De jobb. Akkor jobb. De az enyém jobb, mint jobb. A tied? De nem a tied, de neked mindig jobb. Korán van még az, hogy itt arcoskodj, mondd. Nem, Skywalk. Az a jobb, igen. Azért mondja. Skywalk, azaz. Azaz, és akkor ezt tudod, föltartod a jégre, és akkor mutassa. Na, ott de látod, jó. Hogy mi van ott. Mutat tényleg. Ott például, csak nem tudom mutatni. Ott volt a pöcs, látod, itt van a nap, itt a Vénusz, és alatta a Mars. Tényleg. Együttállás, nap, és amerre nézel, azt mutassa. Lennyire közel légy fel hozzám. Jó, köszön. Tusoltam reggel, és le vagyok illat. Most akkor túl sok. Starwalk? Az. De Starwalk? De Starwalk? De kórház? Igen. És akkor azon látom. De kórház? És akkor tudsz keresni rajta. De kórház? Ott van rajta. Látod a mélyég, azt is megmutassa, meg a Vénuszt is, meg a napot. Jó, az. Ez van. Meg hogy mi jön este, az fontos. Uh-huh. Mikor jön a Perzeidák? A meteorológia. Hát azt tudtam, mert olvastam. Most a gyerekek vasárnap indul, és akkor lehet feküdni. Na most elmondom, hogy hidegfront jön. Tehát takarót a fekvéshez. Nem is a takaró, hanem hogy felhős lesz az ég, viszont vasárnapra, hétfőre kedve szépet mond. Az nem öröm. Szépet mondd, hogy van esélyünk eget fürkészni. De egy nagyon jó hangulata van, tényleg. Tehát eleve, ha lefekszel a földre, az energetikailag nagyon jó, és most tényleg nem arra gondolok, hogy mit tudom én, a Volt Fesztiválon átlépnek rajtad ketten. Tehát nem ilyenre gondolok, hanem hogy a föld nagyon sok mindent kiszív az emberből, és... Ha hason fekszem, akkor az is jó. Az is nem egészséges. A szivatásra. Most készülök valamikor kint aludni a kertbe. De bátor. Jelezték már bed, hogy néha azért horkolok. Ebben az állapodon léci. Előveszem a kis polifómomat, meg a kis hálózsákomat, és kínálszom a kertbe, de bárkiben én álcsúcsomágom. Tehát ez nem jelenti azt, hogy bemászkálunk a házba, mert mindig van nálam egy vipera. Igen. Egy gáspré, két gázpisztoly, egy boxer. Két boxer és egy francia bulldog. Úgyhogy... Na, ez jó. Akkor le is tudod szellentetni őket. Igen. Baleset az M7-es pályán a Pestfélre 43-as kőnél, még sehol a rendőrök, nagyon friss a kocsi tetejé, belső sáv zárva lesz, Att is küldte. Köszönjük, na, köszönjük szépen. Kevésbé vidám a reggel. Köszönjük szépen, nekik nem annyira vidám, igen. Miért, neked? Nekem, ma annyiszor kérdezem meg, hogy most már ezzel fogod el... Ja. Semmi bajom, tök jó vagyok. Jó vagyok. Minden rendben van, ma reggel egész jó. Hát ugye a tegnapi reggelem az nem kezdődött túlságosan fényesen, miután beleültem abban nem tudom mibe, a nehéz vízbe, tehát ehhez képest a mai reggelem már csodálatos. Most olyan helyre ültem, onnan láttam, hogy felállt valaki, és nem kapkodva. Mi van a győri frekinkkel, Zsűl? Hívj egy taxit, ülj be, menj egy győrbe. Így van. Igaz is, meg az antennát. Gyorsan, küldj egy faxot. Hogy kap be a faxot. ebből ezért rúgták ki a csiszárja, a császár elődött. Na, de régi még, igen, kamera, vagy faxom. Vagy top TV. Ja, nem a faxra mondom, hanem amikor még kirúgták. Ja. Vagy A3, vagy top TV, vagy TV3, mi már nem tudom, mi volt a műsor címe? Nem tudom, mi volt a műsor címe, de ebből akkora baj lett, pedig régen sokkal nagyobb volt az inger küszöb, meg sokkal durvább dolgot lehetett mondani. Igen. Hát ebben igazából így nincsen semmi.
Na, azt mondja, hogy játszunk, akkor hogy állunk? 21 ponttal vezetnek a hallgatók. Hosszunk rajtuk a héten, megint csipkedtük őket? Igen, határozottan. Tegnap János nyert. Játékunk volt. Ügyesen. Má az eredmény tekintetében. Nyertél tegnap? Aha. Arra nem emlékszem. Nem, mert nem volt. Talán azért, mert nem voltam. Igen. Egyrészt, másrészt meg nem volt túlságosan hosszú a játék. Tehát, hogy így. Na, megnézzük, kivel játszunk, akkor ma reggel. Na, most vigyázz a szádra! Jön a fekete, fehér, igen, nem! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia! János, hello, János, honnan hívtál minket? Szervusz, én Budapestről. Budapestről, mivel foglalkozom? Igen. DC-té vagyok, a Tentrás Mihászban, meg egyéb helyekre is el szoktam néha. Ha van kedvem. Centrál igen. Színház. Az jó, jó darabok van. Voltál már nálunk, igen, egyszer-kétszer hallgattam azt is. Viccesz. Még néha el is rejtettem neked valamit, de nem vetted észre. Elrejtettél nekem valamit? Hova? A színházban? Igen, hát méghozzá a díszletben. B-betűkoronával. Na várjál. Nem, egy könyv oldalára írtam felett, hogy Rádió 1-be. És pont ha nem félünk a farkastól, nézted meg. Wow, és ráírt, tudtad, hogy jövök, vagy tudtad, hogy ott leszek? Igen, vagy... igen, mert előtte való nap pont meséltél erről, hogy majd fogsz hozzánk jönni. És akkor bementél a díszletbe, de jó arc, hogy aznap este az egyik díszletben feleltük könyvre. Igen, nem félünk a farkas, ez egy Rudolf Péter darab. Ugye ez Básti Júli Rudolf Péter? Igen. És meghekelted a díszletet, és az egyik könyvre ráírtad, hogy Rádió 1. Egy ilyen istegzet tettem bele, igen. De jó arc vagy. De jó arc vagy. Fú, nagyon sok jó darab van ott nálatok egyébként. Nem tudom, hogy az őszi szezon mit hoz, de... Szerencsére igen. Á, de ott van az díszletek. De ez micsoda csendes adózás, a Rádió 1, meg a rádiózás, meg előttünk, hogy te úgy hekkeled meg a díszletet, hogy én ott ülök, nem tudom, de van egy ilyen titkos üzenet, hogy kiírtad, hogy Rádió 1. Ez egy ilyen... Sőt, még fotót is csináltam, és annó még talán át is küldtem nektek Viberen, de az nagyon-nagyon kis bonyodalmas volt akkor az életem, szóval lehet, hogy nem csináltam, meg csak álmodtam róla, a fene se tudja. Ne, legközelebb intézd el, hogy elmondom, hol ülök, és egy ilyen fejfényt kapjak végig, és ott üljön. Tök csönd a nézőt, és egy ilyen fejfény előtt. Kérdeztem venni róla, amikor végig. Brutális reflektorra, csak egy széket. Ott ülnék ki, tudod, viszonylag kellemetlenül érezni. Jó szórakozás, kedves Balázs, felirat valahol azért. Gondolom úgy se halkítod el a telefonodat, tehát Londonban ilyenkor zöld fényt szoktak rátenni az emberre, szóval szerintem te is megérdemelni egy ilyet. Én lehalkítom, várjál, én lehalkítom, mert nem vagyok paraszt. Az előbb úgy tűnt, hogy kultúrembernek nézem. Igen, most érted, ebből mondom a szereposztásokat, a darabot, mindent mondok, és azt megváltoz, hogy nem halkítom. Tudod, mit szar a díszletet? Én némára teszem, ki nem kapcsolom, soha, igen, rohadjunk meg a díszletet. Ki nem kapcsolom, hogy hív a babysitter, vagy bármi nagyszülők, akármi, de... De? Illetve Rudolf Péter, hogy itt vagy-e már? Peti lecsörög a színpadról, hogy akarom, hogy a Júli felhív. És mi ősszel is jó darabjátok lesznek? Hát, remélhetőleg igen. Lesztek még ősszel, biztos van. Lesztek még ősszel. Jó lesz, nem lesz rossz. Jó van. És a vegyetek bérletet. Díszletvonalon szokásos, vagy összekapod magad? De aranyos vagy, Jani. Hát most már menjünk. Eddig a Balázsral akartam játszani, hogy őt verjem el, de most már lehet, hogy átfangolódnék Jánoskám. Nagyon jó, hát adjál neki. Jánoskám. Ilyenben vagytok már ez egy kicsit ilyen. Adjál neki, persze. Hát János játszol, hát nem. Nagyszerű. Na, ki legyen? Na, legyen a Feri. Oké, okay, jó kis csavar volt. Most jó, meglepél minket. Komolyan mondom, hát ez Hitchcocki. Hátfajt tudok nyerni, mert anyukámat hívtam, és mondtam neki, hogy hallgasson engem, szóval nem szeretnék beégni. Drága mama keze, így hogy hívják anyukádat? Gabriellát. Kezei csokolom, Gabika. Mondjuk így a hangod alapján lehet, hogy annyi idős anyukád, mint mi. Szóval sokkal fiatalabb nálad. Nem öreg is már magunkat állandó, nem vagyunk öregek. Mi lennénk csak mi ketten, hát nem. Dehogy is, nem. Sokszor elmondod, elhiszik. Igen? Persze. Te mondod a legtöbbször. Az is igaz. Ezért hiszik. Indulhatunk? Persze, gyerünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Akkor velem, János?
Hát veled, veled. Ha lehet, akkor igen. Lehet. Jó. Meg is vagyunk. Na, köszönjük szépen. Gabika, kezelj csokon, Gabika. Ne haragudjon, ez nem nevelési ez hiba. Ez a maga fia. De lovagolnak. Megállom. A vedett vége szerintem van. Szerintem már igen. Várjál csak. Ja, igen, már megvolt. Na. Hát ez jó volt. János, jó volt. Mi volt ez? Volt ez? Én nem Jánoshoznék most már. Én úgy örültem, de mindegy, ez egy élmény van, srácok, és nagyon-nagyon szép. Mondd meg a Lászi Júliának, meg a Rudolf Péternek, hogy pussziuk így őket. Van. Igen. Jó, azon megmondom nekik. Csokoltatjuk őket, tényleg nagyon szeretjük az ő darabjukat. De ott aztán már más kiváló színezek is vannak, mindenkit nagyon kedvelünk. Hát nagyon sokan van nekik. János, Jancsi, ez Jancsik. Igen. Na, abban a pozícióban, amiben most te vagy, ez a arcoskodás, ugye tudod, hogy hiteles, de egyébként. Nyitunk neked egy külön, egy centrál színházas mappát. Tehát mi így adózunk a... Nem még azt kérdő nekem, jó? Így is elástam magam. Jó, van, és lehet, hogy... De azért ezt értékeljük, hogy úgy hekkelted meg a díszletet, hogy így ráírtad finoman. Tehát ez egy tök jó. Tök jó játékot. Ez nagyon szimpi. Köszi a játékot. Örülök, sziasztok. Ciao, ciao. Szia. Ide hallgatok, csak nettó 58 másodperc hiányzott. Na, hát most egy picike csak. Be, mindegy. A játékos be van szakadva, mint a balatoni Hammer. Furák ezek a színészek. Igen. Hát, ha még az furák. De jó van, gyerekek, hát jó, akkor egy pontocskát hoztunk, akkor azért kell. Tehát még azért ne adjuk föl. Ne, hát lassan már csak 20. A hátrányunk, hogy 21. Mama, írjon már, hogyha hallotta. Gabika drága, tessék már én, hogy büszke hogy a gyerekre. Igen, hogy most ugye egy-től, ja nem mondjuk egytől kettőig mennyire büszke. Gabika, persze, ezt kimozgattuk a komfortzónájából. Igen. Nem? Nem tudom, hogy így volt-e van neki. Oké, gyerekek, na jövünk mindjárt 3 perc pontosan. 7 óra. És... hát nagyon jó kis témáink lesznek, gyerekek. Már most mondom, hogy 8 óra után érkezik hozzánk. Jani, te imádni fogod ezt a témát. Érkezik hozzánk Éva, aki... sokat beszéltünk már mi is erről a kezdeményezésről. Volt egy nemzetközi hírű előadó, aki itt volt pár hónap ezelőtt, és előadott a témában. Igen, János behozta, ugye, és beszélt róla. Bea Johnson. Akinek most megvan a magyar megfelelője, Éva, aki 8 hónap alatt egyetlen befőttes üvegnyi szemetet gyűjtött össze. Nem lehet, gyerekek. Teljességgel lehetetlen nyilván a dolog. Baromi hosszú folyamat, mire az ember átállt, tehát ez nem egyik napról a másik. Másikra megy. De hogy lehet ezt az életmódot választani, mit kell csinálni, hogy lehet a gyerekeket ráébreszteni arra, hogy ők is legyenek tudatosak, nagyon-nagyon sok érdekes dolgot fog nekünk elárulni. 8 hónap alatt még egyszer hangsúlyozom, egy befőttes üvegnyi szemét. Legalább 5 literes a befőttes üveg, mondd azt, hogy nagy befőttes üveg. Az a durva, ha most lemegyek a kocsimba, és fogok egy 23 literes kovászus uvorkányi befőttes üveget, akkor nem 8 hónap alatt, hanem 13 perc alatt. És ez csak az anyósülés. És ez csak az anyósülés alatt felelhető tomkáleves, ami egy hete ömlött be oda, úgyhogy nyilván most túlzok, de hogy ez számomra is teljesen lehetetlen. Igen. De meghallgatjuk, működik valójában, át kell állni, ez egy teljesen más gondolkodás, teljesen más életfelfogás. Zero waste, így van. Életmód, és ez egy olyan divat, idézőjelbe divat, ami tényleg csak hasznára van mindenkinek. Igen, nem is biztos, igen, hogy ezért a divat a szó, mert az úgy múlik, jön, megy, múlik. Igen. Ez már inkább egy életvitelbeli sajátosság, egy hivatás, egy vallás. Úgyhogy 8 óra után meghallgatjuk. Nyilván mindenre rákérdezünk, mert jönnek majd a vici papír, tampon. Na, ugye? Hát csomó praktikus dolog van, de mindenre van magyarázat. Nem? Persze, állítólag van. Van. Hogy ez elképzelhetetlen. Gyerekek, tehát én csak így belegondolok, hogy ha bármit, de tényleg bármit akarsz a háztartásodba venni, akkor a szeméttel fog járni. Érted? És hát most persze. Nyilván ő mondani fog valamit, hogy én értem, hogy ne vegyél ízit becsomagolt. Az még, az szerintem az még a az könnyebb, még az okay. Hogy menjél zsákkal igen, vásárolni, vigyél okay. Üveget. Tehát ez oké. Okay. A zöldséget értem, gyümölcsöt értem, még a húst is megértem. Hentes néhány lehet intézni, hogy ne csomagolgasson, hanem adja nekünk valami üvegtába, amit majd mi hazaviszünk. Igen. De hogy egyébként a nagyfogyasztási cikkek, meglátjuk például vesz egy új tévét, az hogy? Hát meglátjuk. Nem vesz. Nem vesz, igen. Nem vesz. Meglátjuk, jó? Na, ő lesz majd 8 óra után a vendégünk, de még jövünk a hetes témával is mindjárt, a hírek után. Balázsék! 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt. Drága hallgatóink, nyár van, augusztus elseje. Az utolsó hónap a nyári szünetből.
Ez az. Mertek vissza a suliba. De jó. Nem kell programot keresni nektek. Nyugodt lesz anya és apa. Margit itt Budára Marx tér felé teljesen elesett. Jogalkotó Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. És egyelőre ennyi. Ha van friss, akkor küldjetek el nekünk. Hamar elröppent ez a történet egyébként. Már melyik? Hát most tört ki, nem? A nyári szünet? Igen. Igen. És már így állunk, hogy már... 7 hónap viszlát. És gyerekkorban, amikor így végre kiszabadultál, azt mondtad, hogy végtelen időd van. Emlékszel? Tehát ahogy kijöttünk az iskolába június 15-én, azt mondtad, hogy ilyen nincs, ennek sose lesz vége. És tényleg úgy is élted meg. Most mi történt? Ennyi. És jó napot kívánok, megint veszük az iskolatáskát, meg amit a könyveket. Hát figyelj, már most tényleg én nem akarom ezt az oktatás ügyet kapargatni megint, hogy biztos, hogy a VUK-ot kell olvasni, meg a szeleburdi családot. Hát, ki olvassa ezt? Nálunk a VUK-ot kapta Soma. VUK-ot? VUK-ot, akit nagyon szeretünk. Hányadikos az a gyerek? Harmadikba megy állítólag. Harmadikban egy VUK-ot kapott, ami nagyon aranyos sztori. Tehát én tényleg szerettem a rajzfilmet is, és esküszöm nektek, hogy el is olvastam. De most így belenéztem a könyvbe. Hát nem érzem, hogy a gyerek úgy nagyon neki fog menni, és aztán szeleburdi család, azt meg a Ponyex kapta, 5. Mit adnál neki? Te mit mondanál? 5. Ötödikben már lett. Szerintem egy jó Harry Pottert, akkor mit tudom én, van a Harry Potter. Dodónyomozók, második, harmadikban, tök jó. Akkor van a Stilton sorozat, az is szerintem tök izgalmas. Geronimo? Aha. Meg például, ami izgalmas benne, hogy a VUK az egy 185 oldal egyetlen egy kép nélkül. Szerintem ebben a korban még tök jó, ha vannak benne illusztrációk. Kicsit meg tudsz állni, picit tudod nézegetni a dolgot, érted? Picit fölfrissül az agyad közben, aztán megint olvasol tovább. 180 oldal, nem tudom mennyi. De alapvetően egyébként a könyvvel van problémád, vagy szerintem már lassú. Ne, én imádom. Hát én a Tüskeváron nevelkedtem föl, én ezt 18-es koromig minden évben elolvastam, más csede, azt az egyet, azt igen. Téliberek, nagyon szerettem az összes ilyet. Nincs bajom a sztorival, csak az... Hát meg egy rakás állat története van. Igen, csak azt gondolom, hogy az már lassú rossz. Egy picit. Aha. Lassú. Tudod, meg egy ilyen szomorú sztori, ott mindenki meghal benne, érted? A VUK-ban. Szegény VUK, ha persze. Hát úgy kezdődik, hogy a VUK-nak a teljes családját kiírják. Tehát az a nyitó kép, érted, hogy a kis ruka elkoborol, és mire hazaér, senki ilyen nincs. Hát szóval ezzel indítjuk meg a sztorit. Még egyszer mondom, igen. Nagyon szeretem a VUK-ot, csak... Igen, szerintem sokkal nehezebb lesz. Egész. Mász le a pultról, éti csiga. Szóval, hogy azt akarom mondani, eleve nehezebb lesz őket rászoktatni az olvasásra, mint minket. Ez egy nagy küzdés. Oké. Okay, ez egy nagy küzdés. Igen, de ezzel meg szerintem még nehezebb. Szerintem akkor csinálj jól az iskola, ha átküld 8-10-et, és akkor ad választás lehetőséget, és akkor mit abból választ ki egyet vagy kettőt, ami vékony. Vékony, izgalmas. Sok kép van. Igen. De itt nincs ilyen. Hát vagy válasz igényszítednek megfelelően, csak olvassál el egy könyvet. És aztán majd... És azt mondd el, hogy mi. Persze, hát csak persze, bármilyen dolgozik. Az olvasáson van alapvetően a hangsúly. Szerintem. Hát a vizuális részét ezt meg ne kérjük rajtuk számon, mert az soha nem fognak felzárkózni. Tehát, hogy az oktatás, mint olyan, meg a vizuális kultúra, az aktuális vizuális kultúra, az soha nem volt köszönő viszonyban egymással. Hát láttuk, hogy... És eltörtik a technika órákat. Országjáró mozgalmakat milyen grafikákkal, meg milyen kisfilmekkel reklámoznak. Eltörlik a technika órákat, és digitális kultúra, nem tudom, amire elrálok át. Ez nem tök jó. Végre, ez egy hülye technika órák. Nem lenne jobb, ha választható lenne. Gyerekek, nem szerintem az lenne a legjobb, ha mind a figyelj, nem tud megcsavarni a mai fiatalság 70% egy villanykörtét. Ne emlékezz vissza azokra a technika órákra. Szegényes felszerelések közepette. Forrasztottál egy forrasztópálkával. Emiatt. Én szerintem a digitális kultúra 100 000-szer fontosabb. 100 000-szer, mint hogy most becsavarják egy villanykörtét, hogy ne csavarják be. A kézügyesség fejlesztése az nem csak a kézügyességről szól, hanem az elmédet is ugyanúgy. Hát, hogy az agyi működésre is ugyanúgy hatása van. Probléma megoldás. Fár a technika tanárok, fár a technika órán 3 darab hurkapálcát egymáshoz ragasztva csináljunk, hajó című története. A szegényes szertárból előhozott eszközökkel. Legalább 10 hurkapálca. Akkor mondom, hogy a számítás technika óra is ugyanez lesz, vagy mi ez a számítógépes kultúra, amit most emleget. Digitális kultúra, csomó minden benne van, ez szerintem jó irány. Ott se lesz számítógép hozzá, ott
se lesz széles sem a internet. Abakuszon fogja megmutatni, vagy betárcsázós interneten fognak majd izé bogarászni a nete, hát szerinted. Tehát, hogy azért ne húzzuk le a technika órát, mert annak idején... Hogy fogják összerakni az internet? Nem hívom le, csak nekem ez egy ilyen régi avitos dolog. Ez tessék, elmegy érted a svéd áruházba, haza is, hogy mutatod, ott fog állni hülyén. Mint ahogy te, nem tudsz összerakni. Ez nem a technika órától függ. Dehogy nem. Dehogy is. Vagy van érzéket hozzá, vagy nincs érzéket hozzá. Heti egy technika órában azért, mert forrasztó pákával picit elhízott, kiöregedett technika tanárral ott próbálsz birkózni. Értem a sarkítást. Attól te nem, tehát ez vagy valaki szereti ezt, és van érzéke hozzá, vagy nem. Én inkább ülök a sötét budin, érted? 3 hónapig, legalább tudok, van egy kis nyugtom, remélem benne, hogy... De már a szenzor, nem? Remélem, hogy... Ismerik csak egy elemet kéne vele tenni, de hát nem jutunk el odáig. Van, aki imád bütykölni, szeret bütykölni, szereti bármit, azonnal ott van, megszereli, kerítés, meghúzza, jön, szereti, az tök jó. Szerintem ez inkább egyfajta érdeklődés, vagy ügyesség, vagy egyfajta rátermettség kérdés, hogy kinek mi, nem heti egy technika, szerint... mit tanulsz meg heti egy technika. De azt tanulod meg, pont a logikus gondolkozás, hogy van egy tervrajz, azt megnézed, nem hülyén neki esel, te mesélted számtalanszor, hogy... Mert én mostanában olyan sokszor találkozom tervrajzzal, tehát olyan sok terv, tegnap is 2 tervrajzot megoldottam. Az iknabútor összerakásáról beszélni. Nem, az balagyféltekkel jobb, hogy féltek, ezt nekem 600 technika órára beirathattál volna. Rossz ránézek, és fura gyomorgörcsöm lesz, és így... segélykérően nézek. Én mennyivel több izgalmas volt, mint egy lötyen-flöttyent ott 3 óráig összerakni. Van, aki meg erekciót érez, mikor már viszi haza a konyhabútort, remegő kézzel csomagol. Igen, nekem is van egy ilyen barátom. Hát, Feri fizet azért, hogy ilyeneket rakart össze. Konkrétan. Én mentem Annához is, komplett konyhabútort raktunk össze, meg kis szekrény mindent, amikor felújították. Ó, nagyon. Én például abszolút nem. Én az alternatív megoldásokat szeretem például. Tehát ha valami helyet, valamit állni, és adott esetben mondjuk kifaragni helyette, vagy na jó, de te is ilyen barkács beállítottságú vagy, tehát megcsinálod a dolgokat. Szerintem ez onnan jön. Érted, hogy annak idején a technika órán jó fej technika tanárod volt. És én már fejlődtem apámhoz képest, mert ő a vasbetonban hitt, illetve... De mindenhova. Illetve várjál, más nem is tudta az eszembe. Balázs, arra nem gondolsz, hogy ha megszűnik a technikóra, akkor azok az emberek sem tudnak majd összereszerelni, akiket felszoktál hívni. Kérdezi Laci, hogy mi az egész ország elfelejt szerelni. Nem, minden, ami szerintem a digitalizálás, a digitalizáció irányába mutat az iskoláknál, az, jó, az szerintem jó. Egyértelmű. Nem ellen vagyok, tehát nem a digitalizáció ellen beszélek, és hogy azt tanítsuk, mert igenis azt tanítani kell. Tehát, hogy ez nem kérdés, csak nem biztos, hogy azon az áron, hogy ezt kiveszed. Na. Na mindegy, visszatérve, olvasson az a gyerek, küzdje vele, mi is küzdünk. Na de mit? Hát Lázár Ervin mondjuk, figyelj, Lázár Ervin, ez jó. Érted, egyszerűbb lenne olyat olvastatni. Ropi naplóját, vagy Tom Gates, vagy mit tudom én, valami, ami szórakoztatja, és ami jó. Tehát, hogy így nem tudsz neki, hogy szép irodalmat ne adja kezébe. Nincs nekünk olyan otthon. Jó helyes, jó helyes, jókait. Semmiképp. De hát ez most az korai is lehet. Hányan sikítoznak most? Jézus Mária. Vegyél el tőle minden ilyet. Figyelj, azért nem tudom, mert mondjuk a Lázár Ervin nagyon aranyos, nagyon helyes, de általában ugye fikció, kitalált dolgok, ezek az állattörténetek azért nem olyan rosszak. Nem szerintem. Rossz, csak nem úgy főleg köti le. Főleg egy lencéparti gyereknek. Igen, csak nem úgy köti le. Érted? Akkor mondjuk lehetne vele Darrellt is olvastatni, családom is egyéb állatfajták, mert az hiszen legalább vicces. Érted? És jó a sztori. De hogy itt most arról van szó, hogy ilyen nagy... És kb. Ugyanarról szól egyébként, csak egy kicsit más stílusban. Ilyen ropogó avarban a kicsi róka hazafelé ment. És egyre vigyázz, jókaihoz ne nyúljon, vigyázz. Tehát az imádom, szeretem. Azt csak óvatosan. Mert akkor biztos, hogy még a gyerek soha többet nem vesz könyvet a kezében, mert az ember legyen a talpán azért. Persze gyönyörű, meg szép, tehát most. Mindjárt megkapjuk, hogy mi ez a liberális fertő. Na, látom. Égessük el az összes jókait, mint de csak olvasom. Juliska. Na, mi van? Szép vagy nem vagy szép? Mi van? Tudni akarom. Elhiszed, hogy nem tudok belépni az oldalra? Nem, na jó, nem. Arról is kitiltottam. Na jó. Komolyan. Ennyire ronda vagy, hogy már be se tudsz lépni? Én nem tudom. Azt írja, hogy hibás belépési adatok. Érted? Megpróbáltam már 3 mindenféle oldalról belépni, nem sikerül. Akkor kitiltottak, lehet?
de mennyire megúszós már ez az oldal. Tehát beszélünk róluk adásban, és most akkor nem engednek be azért, mert nem vettek föl, vagy nem engednek be. Valószínűleg azért, mert egyébként nem, nyilván szerintem nem vagyok szép. Szerintem kitiltottak a francba. Igen, annyira sok ízét kaptál, ilyen szomorú jelet. Igen, igen, hogy azt hiszik, hogy majd bejövök adásba, és akkor itt majd kesergek, és akkor majd ti is majd együtt kesergtek, és akkor rossz hírét keltjük az oldalnak. Hát nem erről van szó. Ugye ez még mindig az a történet, amikor te egy oldalra próbálsz bejutni, ahol a szépek döntenek arról. És egy hete próbálkozunk. Szépek, aki a bent lévő szépek döntenek arról, hogy ki lehet új tag. Szerintük szépek. Ha beszavaznak, akkor meg elindulhat az ismerkedés. Hát ez ilyen társkereső, de ez kifejezetten szépeknek. Júli regisztrált, fotót küldött, és... Első körben nem volt elég nagy a felbontása a fotómnak. Majd felraktam egy elég nagy felbontású fotót. Tegnap sikerült belépnem, még 5 óra volt a szavazásból, de hát erősen úgy tűnt, hogy nem fogok bekerülni az elit körbe. Tehát a szépek nem fogadtak be valószínűleg, és ma már nem is tudok belépni, tehát azt mondja, hogy hibásak a belépési adatok, pedig hát ugye elvileg be tudsz lépni, hogy megnézd, hogy nem vettek föl. De nem lehet, hogy Miró meghekkelt valamit? Tehát éjszaka ott üldögélt a gép előtt, és Miró, igen, Miró meghekkelt valamit, hogy üldögélt a gép előtt, és valahogy megpróbálta ezt a dolgot, egy kicsit így átírta a jelszavadat. Hát ezért drága Miróm sok mindenhez ér, de én küldök helyette e-mailt is, tehát hogy azért, hogy neki nem nagyon megy a hekkelés. A digitális forradalom még nem ért el? Nem rángattad elem? Szörnyű, kétségek között vergődök. Nem tudom, hogy kell. De nem lehetnek ilyen seggek az adminok szerintem. Tehát biztos, hogy nem ilyen hülyék, hogy most hallják, hogy erről beszélünk, és akkor téged kitiltanak. Hát de látod. Hát vagy akkor a reklámot csináltunk nekik, most kicsit feltorlottak a dolgok. Igen, tele van, érted, mindenki oda akar belépni. Egy izzadó IT is egy ilyen kockás mellében üldögél. Technikatanár, igen. Balra-jobbra húzogatja az embereket, szép vagy ronda vagy, és te még nem értél oda, mert annyi vannak. Hát pedig ez jó lett volna, ha rendesen kitiltanak egyébként. Igen, szerettem volna látni az elbocsátó szép üzenetet. Hogy mivel simogatják meg még utoljára a lelkemet, de azért... Kedves Júlia, ne haragudjon, ön nem szavaztuk be. Persze, ne vonjon le ebből messze. Ne érezze magát rondán. Szívesen ajánljuk a nem fogadtak be.hu oldalon, vagy a nem vagyok elég szép.hu. Aloldalunk ide biztos beférsz.hu. Igen. Itt még talán te is találsz pár.hu. Ezt is mi üzemeltetjük, kérjük, látogasson el oda. Hát jó, sajnálom, megnéztem volna magát a szavazás, hogy lök ki magából ez a nagyon elit, nagyon elit most kör. Már írják a hallgatók, hogy törlik a regisztrációt, mert nem lettél elég szép, ugyanígy jártam én is, írja a következő hallgató is. Ja, értem, tehát maga a regisztráció törlése egy szomorú, elbocsátó, szép van. Üzenet, de hogy nem vagy elég szép. De arra sem veszi a fáradtságot, hogy kül. A nyitó oldalon ott van. Ne aggódj, ha nem sikerült. Attól másnak még tetszett. Én ezt értem. Talán majd valaki összekukáz valahol. Ne add föl. Ez ilyen klasszik ghosting, nem? A pasi, aki eltűnik, utána még fel se hív, és utána kinyomja a telefont. Tehát, hogy legalább annyi tartás lenne bennük, hogy még utoljára be tudsz lépni, és ott van egy ilyen szomorú, ilyen kis smiley, legörbülő szájjal, és azt mondja, hogy nem vagy elég szép, na hát nem vettünk föl. De lehet, hogy az egyik admin írja valaki, és ebben igaza van. Igen. Próbáljátok ki a gyűlöllek Balázs jelszót. Az a videóba bejutsz. Igen, szerintem azzal benn vagy egyébként, teljesen egyértelmű. Á, Istenem, hát akkor nincs katarzis ebben a történetben. Nincs. Illetve hát az a katarzis, hogy szerintem nem vettek föl, de hát az... Jó, de most azért kiraktuk az új frizurás képedet, és 50 perc alatt majdnem egyébként annyi lájkot kaptál, mint én 3 perc alatt, de a 2000 lájk az azért nagy szó. A Balázsékos oldalon azért az egy nagy szó, komolyan. Akkor sóhajtok egyet, és van 4500 lájkom, de ez nem rossz. Júli, 2000 lájk, hát azért az... Na. Hát az mindenképpen jó. Nehogy felsohajts. Én nem megyek fel egy kamerára. E-mailt küldenek. Néztél e-mailt? Néztem e-mailt, de nem jött semmi. De várjál, kéretlen, spam, nézd meg azt is. Na most mindjárt átnézem azt is, de szerintem hát nem. De amatőr, hát meg kell nézni a kéretlenedet. Mit van? Androidod? Ott és van kéretlen? Utána törlik a regisztrációt, Juli. Tehát valószínűleg kaptál, a spamek között van egy e-mail, tekintsd meg, légy szíves. Mondom, spam, kéretlen, nem tudom, hogy hívom, de ott van. Ott lesz. Nem szeretem a jókait felpuffaszt, írja valaki. Igen. Még visszatérve az olvasom. Csúnya babok. Na, gyerekek, kíváncsi vagyok a 8 órás vendégünkre. Nagyon el az Zero Waste történetre, azért ez a 8 hónap alatt egy befőttes üvegnyi szemét. Ez egy jó kis beszélgetés lesz, úgyhogy mindenki, aki érdekelt a témában, az figyeljen, majd 8 óra után jön ugye hozzánk Évi. És mondom, hát persze, ott van. Kapott persze, valamit. Persze, hát csak azonnal okos a Gmailed és bedobja a kéretlenbe, mert azt hittem, hogy valami olyan történet. Tehát nem nézi meg a kéretlenbe. Milyen amatőr? És még hány milyen amatőr? Rendezési rendszer.
A szavazás befejeződött. A tagok szavazatai alapján sajnos nem jutottál be a pont-pont-pont oldalra. Elképzelhető, hogy csak a fotón nem volt az igazi, például rossz minőségű volt, nem látszott rajta az arcod, vagy éppen nem a legelőnyösebb szögből készült. Regisztrációdat hamarosan töröljük. Ha szeretnéd egy másik fotóval újra megpróbálni, kérjük, regisztrálj újra erre az oldalra. Ugyanakkor ne feledd, hogy a jó fotó nem minden. Ha nem választanak bele erre az oldalra, az nem azt jelenti, hogy kisebb eséllyel találod meg a párod, ha mégis inkább más társkeresőn próbálkozál. Nézz körül egyik oldalon, és válasz ki Magyarország legjobb társkeresőn közül a leginkább hozzád illőt. Mi is megfejtettük, átirányít egy másikra. Egy másikra. Átirányít egy másikra. Ahol regisztrálsz. Kirúgtak. Aki. Kitettek. Juli, megmérettettél, és rondának találtattál. Igen. Az, ha felküldtek egy új képet az új hajamra, nem akkor olyan fölvesznek. Addig próbálkozunk, addig filterezünk, addig fotózunk fürdőruhában, naplementébe, Balatonnal, Hekkel, nem tudom, Palacsonnyal. Újra próbálkozunk. Egy meghekkelt fotóval. És kérünk szépen, hogy az übermensch.hu se próbálkozzál, a másik azt is mit csinálj. Most próbálják meg feltölteni egy egészen más képet? Igen. Na. Ikreset. Igen. Egy ikreset? Egy ikreset, hát haz. Egy barna csempét rózsaszín fugával. Tegyél föl egy ilyen. Szerintem lehet összen. Drága Júlia, ezt a képet már értékeljük. Ön igen, szép nekünk. És lehet, hogy vannak ilyen visszatérő lelkek, akik újra és újra és újra próbálkoznak egy új fotóval, egy új képpel. Biztos vagyok benne. Hát ez olyan pofon sok ember egójának, hogy ő nem fél, na majd én megmutatom. És akkor kicsit rábarnul, és akkor kicsit rászólízik. Igen, igen. Nem vagyok szép, de társat akarok pont oldalra tudsz regisztrálni. Írják a hallgatók már, hogy milyen oldal, milyen aloldalakra lehet elmenni akkor. Hova menjem? Hova menjen, Juli? Igen, fotózkodj háda előtt, azt mondják. Az lehet, hogy segít. Gyerekek, ide jutottunk. Ide jutottunk. Tulajdonképpen megtehetik. Ugye? Nem valójában megtehetik. Persze. Igen, fölháborodsz. Én üzemeltetem az oldalt, nekem ez a brandem, ide így lehet bekerülni, nyilván ki van találva, hogy mi alapján. Akkor ennyi. És még csak nem is azt mondja, hogy ő dönt, mint ugye adminisztrátor, hanem gyerekek, hát a tagok mondták. És elhiszem, hogy a tagok közben ott szavazgatnak. Igen. Ugyanis nagyon jó más ledobni a Taigetoszról, meg más szépnek szavazni, ugyanis abban a pillanatban a telgód azt mondja, hogy én döntök rólad, én felül vagyok, én nem vagyok, te még nem vagy benne. Milyen fantasztikus elit vagyunk, mi nem engedünk be ide akárkit, máshogy tudnak összetett mondatokat. Megnéztük a képeket. És egyébként helyes csajok, jó pasik, tehát hogy igazából tényleg látszik, igen, hogy valamiféle szűrés van. Egyébként egytől egyik, tehát simán benne, tehát érted, hogy miről, egyébként tudod, szépek vagyunk. És beszélgessünk egymással, de olyan szépek vagy. Jó. De miről beszélgessünk, arról, hogy szépek vagyunk? Na jó van, gyerekek, hát ezt is megértük. 7:08, 1 perc, hogy jövünk mindjárt a hírek után. Tényleg, kell mindig nyomasztani. 3-4-8 van, megőrülök. Így is van elég bajom. A Jókai kör elnöke nevében köszöntjük. Kikérem, hogy efféle szavakkal üles az írót. Hisz könnyen olvasható, olvasmányos jókai művek is vannak, mint például a bűn és bűnhődés, vagy az anyám tyúkja. Igen. Ja, Istenem. Hármas úton Magyarod és Kerepes között matrica kontroll szokott helyen szélvédős Feri küldte ezt nekünk. Köszönjük. A szélvédő. Kedves János, az egy sztereotípia, hogy az, aki szép, az buta is. Én például csúnya vagyok, és hát nem túl okos mentségemre, legalább van humorérzéke. De jó vagy. Jó. Mindenki meg lett találva az elmúlt fél órámba. Írtak már neked technikatanárok, hogy nagyon fontos az ő állásuk. Ja, nem, ez nem a technikatanár, legkevésbé technikatanárok. Hál' Isten, még vannak legalább technikatanárok. Hál' Isten, vannak tanárok. Hál' Isten, vannak még, akik tanítják a gyerekeinket. Tehát, hogy nem a mint tanár, hanem mint maga technika, ha az átáll egyfajta digitális dologra, vagy digitális kultúra, vagy kapnak tényleg iPad-et, vagy beülnek egy számítógép szobába, és megtanulnak programozni, vagy csak beütni a Google-t, az már szerintem jobb, mint a technika óra a 21. században. Jobb. Most amilyen emlékeim vannak, jobb. De Isten őriz, hogy a tanárokat bántsam, gyerekeket, ennél hányatottabb szakma, kevesebb fizetéssel, az nincs nagyon szinte, és közben hát a legfontosabb dolog, amit ők csinálnak. Szóval lettől függetlenül, hogy számítsatok rá, hogy 15-kor a Fekete István baráti kör néhány technikatanár és a Menza klubos szépség királynők itt fognak itt állni majd. Tüntetni, majd nincs kapunk, baj, nem, nincs baj Fekete Istvánnal, imádtam, nagyon jó, nincs baj Jókaival, csak ne adjuk egy 10 éves gyerek kezébe, és ne várjuk el, mert megutáltatjuk vele az olvasást. Szerintem egyébként Fekete Istvánnak az a legnagyobb problémája, vagy Fekete Istvánnal idézőjelben az a legnagyobb probléma, hogy van néhány könyve, ami olyan szinten túl van favorizálva, hogy közben mellette az összes és többi egyébként hasonló értékes könyv elsikad. Tehát Vuk, Téliberek, Tüskevár, Viszont, Bógáncs. Na, kb. Ennyi.
Az összes többi már... állattörténete, okay, az meg úgy tudod. Azt már majd te elolvasod, ha akarod, Csúi, ezt megszereted. Mi van? Kell-e? Mondom, tehát hogy először elolvasol egyet, ráfűzöl, és utána elkezded megkeresni a többi művét, és elolvasod azt is. Itt az a baj, hogyha mondjuk... De Vukot majd... nem is láttad, és mégis tudod a sztoriát, mert minden annyi olyan szinten elcsépelt, olyan közhelyes. Okay, annyi nem közhelyes, attól... hát azért, mert mese készült belőle, és igen, minden 6 éves gyerek megnézte 150-szer. Tehát azért tudod, nem azért, mert elolvastad 100-szor, hanem nem csinálta belőle mesét. Hát igen, igen, igen. De a téli gyerek első 150 oldala se izgalmas, szerintem 10 évesen már, ne haragudj. 148 oldalas felé. Akkor mindegy, érted, ott az, a könyv fele az arról, mert amikor már kim vannak a téli berekben, az igen, már marha jó. Az első része az arról szól, hogy Tutajos a kelkáposztaszagú belvárosban bandukol az iskolában. Na, és az előzmény, hogy a tüske várt, tehát hogy ahhoz ismerned kell. Na, az tehát hogy az se jó, hogy... 10 évesen az se izgalmas. Mindennek megvan a maga helye. Most pont a szomszéd gyerek most megy középiskolába, mondta, hogy az Antigonét kell neki elolvasni. Na 14 most... éves. Jó. Hát nem érted. Behozom. Nem rázott a hideg. Ugye? Elolvastuk, uh-huh, persze. Nem érted, a nyelvezetét nem érted. Igen. Minek? Valójában én is azt hiszem, majd hogy azért ezeket belolvasom, egy picit hozzá lehetne. Hozzá lehetne. Hó, szerintem tehát tökre. Majd később belolvasom. Hozzá tartozik az általános műveltséghez, de hozzá lehetne nyúlni. Na, 8 óra után érkezik vendégünk, a Zero Waste-nek nevezett életmóddal 8 hónapja foglalatoskodó Éva. Ugye a Zero Waste az azt jelenti, hogy semmiféle szemetet nem termelünk. Hát ez baromi érdekes. Ő azt mondja, hogy 8 hónap alatt csak egy befőttes üvegnyi szemetet szed össze. És azért ezt ízlegetjük picit, akkor... A többit szétdobálja? Igen, a többit azt lerakja 50 kiló zacskóba különböző természetvédelmi és tájvédelmi körzetek elején, közvetlen a festékes bödönök mellé. Igen, szóval, hogy hát ez egy érdekes történet, ugye nyilván egyfajta szélsőség, minden esetre megpróbáljuk ezt a szélsőséget úgy körbejárni, hogy hát a sokan kedvet kapnak, hogy hasonlóan éljenek. Nyilván nem ez most úgy egy véglet, hogy 8 hónap alatt egy befőttes üveg, ez egy hosszú útnak a vége. Ugye? Tehát ezt nem így kell elkezdeni. Kicsi apró lépésekben kell elkezdeni átállni, ami majd oda vezetett, hogy 8 hónap alatt annyira belejössz, hogy valójában egy befőttes üveg lesz. A megtermelt szemetet. Ami érdekes, mert egy csomó kérdés felmerül az emberben. Ezt hova dobja, azt hova dobja, mit csinál ezzel, mit nem csinál dobja azzal. Szerintem már ő nem is dobja. Mi van, az, ha azt megveszed? Nem olyasmit, aminek lenne olyan csomagolványaga. Na de most mondta például a festékes dobozt a Balázs. Hogy festett ki a lakát? Mibe viszed haza a festéket? Hát... Öblögetve. Szájjal! Fölfújja. Érted? Nekem ilyen praktikus dolgok jutnak el, hogy vannak dolgok, amik megoldhatatlan. Na most, hogyha vízbázisú festékkel szeretnéd kifesteni a lakásodat, és van otthon neked egy olyan vödröd, egyébként ami mosható, többször használható, te el tudsz menni olyan festék, ahol kikeverik neked, és abban rakják bele. Igen, ahol kikeverik neked, aha, és abban szépen hazaviszed. És utána pedig használsz egy olyan ecsetet, vagy egy olyan hengert, ami bapán, gyakorlatilag többször használatos. Akkor ez egy macerás elfoglaltság. Nem macerás, mert hogy régen ugyanez volt, csak az van, hogy elkényelmesedtünk otthon. Na igen, igen, mert persze, meg sárral tapasztottátok a gunyhó. És tényleg így volt, az oltott mész hátul az udvarba, és aztán azzal föl. Érted, hogy ez szerintem irgalmatlan, vagy én most azt mondom, hogy oké, a mai bevásárlást megpróbálom csomagolásmentesen megoldani. Nyilván a neten megtalálsz az egy darab boltot, ami Budapesten van, vagy mondjuk ez három. Már inkább, ez már jogos a tehát probléma. Tehát a velenceiek, az újkinyosiak és a nem tudom, veszprék, hova menjenek? Képzeld el, hogy ez a cirka 2 millió budapesti, vagy pedig nyilván itt ebben rengetegen vannak, mint idősebbek is, meg gyerekek is. Hirtelen azt mondaná, hogy akkor én holnaptól a Zero Waste életmódnak megfelelően szeretnék majd élni. És egyszerűen effektíven nem létezik olyan bolthálózat, nem léteznek még olyan boltok, vagy csak nagyon-nagyon minimális mennyiségben, ami ki tudnák elégíteni ezeket az igényeket. Egyszerűen nem lehetne. Hát nyilván azért, mert hogy ez egy lassú átállás, tehát hogy ezért ez nem egyik napról a másikra történik. Persze, tehát, de hogy még a háttér infrastruktúrája sincs meg ennek a dolognak, sajnos. Aztán persze, hát, hogyha általában így szokott lenni, hogy az igények, a vásárlói igények formálják egyébként a kínálatot is. Tehát, hogyha azt látod, hogy mondjuk adott esetben egy termék nem fogy a supermarketben, és vagy egy menedzser vagy ennek, akkor majd nem fogják árulni, és nem tudom. Hát ez hosszú folyamat lesz. Én most azt érzem, hogy irgalmatlan lemondás, aki ebbe belemegy, egy szent cél érdekében, azt tuti. De marha nehéz lehet, nem? Nem indulok még el ezen az úton, nyugi. Én veled vagyok. Figyelj, vége, abban a formában, hogy apró lépéseknek. Júliusnak most már augusztus van. Megnehezítette az életedet, mi a kihívás? A fájl nagyon megnehezítette az életemet, abban az első két napban, amíg el nem buktam, de rájöttem, hogy egyelőre még apró lépésekkel kell haladnom. Tehát, hogy nekem azért ezek túl nagy falatok.
De kiki igény szintje szerint, szóval nincs ezzel baj. Ha már teszel valamit, meg ha már ott motoszkál az agyadban, meg ha már van egy kis lelki furid, amikor most párba valaki egy nejlonzacskót dob bele a szatyrod, és azt mondod, köszi, nem kérem, kiviszem, hoztam papírzacskót. Szóval mindenki, tehát hogy ez egyfajta véglet nyilván, azért mutatjuk be, hogy ide is el lehet jutni, azért beszélünk róla, de nem kell ebből erre átállni. Apró lépésekben mindenkiben, hogy kell, hogy ébredezzen egyfajta olyan tudatosság, ami aztán megváltoztatja az emberek. Hát hogy is mondjam, tudatállapotát. Szóval azért szerintem terjed. Tök jó, meg inspiráló, aki ennyire jól csinálja. Tehát azért az inspiráló tud lenni mindenki számára a következő óra. Mindenképpen. Megkérem Évát, hogy jöjjön le a befőttes üveggel a kocsimban. Nem, szerintem ő szívinfarkt. Hozta azt a üveget, hogy nézzük szét, hogy az éróvészét mennyire tudnám szétszedni, úgyhogy csak adja oda azt a befőttes üveget, ami 8 hónap alatti szemetet gyűjtögetett, és megmondom, hogy ezt a 2 perc alatt tudnám összegyűjteni. Hát befőttes üvegből van majd 15-20 darab. Én a kocsimban élek. Várj, de viszont nem nagy az ökológiai lábnyomom, bocsánat, mert hogy 4 ajtó között tartom a dolgot, tehát hogy semmiféle ökológiai lábnyomom nincsen. Jó, de meg visszaadod a kocsit. Hiszen az életed az autó. Próbálom mindig és szépen. És az meg nagyon kicsi, kisebb, mint egy japánnak. Van komposztálható anyag az autójában, vajon? Mert akkor már próbáljuk megcsökkenteni. Felé az egy mozgó komposztáló. Van-e, ami komposztálható a gépjárműben? Van-e, ami visszaváltható, visszavihető? Tehát most megpróbálom azt a irgalmatlan egy köbméternyi mennyiséget, ami a kocsitban van. Minden van. Csökkenteni. Ha engem fogjul ejt az M7-es, akkor te napokig el. Ha Horvátországba kell, hogy menjenek, és ott ül a gyerek, akkor mi 2-3 napig lakmározunk. Mert mindenhol találunk egy szelet csokit, egy darab kis kekszet, fél liter üdítőt, úgyhogy igazából nem fog ki rajtunk. Figyelj, pár nem fog ki rajtunk a dugó, mert mindig Balázs élés kamrája mindig 4 keréken gurul. Pár hónappal ezelőtt kiköpött egy belfélig kipattogtatott kukorica szemet, nem sokára aratnak. Igen. A gyerek kimosolja. Jó, de basszus, 2 gyerek van, hát azért ez őszintén megmondom. Tehát azért figyelj, hát az nem egyszerű. Beállsz egy gyors étterembe, eszel egy sült krumplit, hát na, ott azért a 2 gyerek még nem késsel is villával leszi a sült krumplit, szalvétát a nyakába tűrve, érted? Egy kicsi kis szalvétácskával az öregskéjébe. Szóval hát ez ilyen, a gyerekes kocsik ilyen. Ezért kérsz bőrborítást az ülésekre, az letakarítható könnyedén, míg a szövetbe, ugye? Meg a bőr természetes anyag. Na, tessék a szövet is. Nagyon kíváncsi vagyok erre. Oké, na jövünk mindjárt, akkor megbeszéljük, jó? Éva érkezik hozzánk. Elhozta most a kis szemetét? Egyébként elhozta a kis befőttes üveget, hogy megnézzük, hogy mi az, ami egyáltalán nála szemét. Nem láttam olyan amivel kicsit. Még ő se tud mit kezdeni. Ez a kérdés, ugye? Ha most mondom, kéne 3 dolgot, nem tudnék mondani, mert valószínűleg mindenre van megoldás. De mi az, ami még rajta is kifogott? Valami kellett, hogy bekerüljön 8 hónap alatt ebbe a befőttes üvegbe. Mi foghatott ki rajta? Ha 8 hónap alatt egy befőttes üvegnyi szemete van. Rengeteg kérdés. Hogy ezzel mit csinál, azzal mit csinál, ezt hogy intézi, nem azt, hogy kérdés, miről mondott nem lehet, az, miről mondott hanem, le, hogy mi lehet mi abban a befőttes üvegben. Mi van a szemétben? Mi van a befőttes üvegben? Hát fordítsuk meg, nem? Igen. Mi az, amivel még ő se bír? Amivel még a Zero Waste sem bír. A Johnson nevű csajnak mennyi volt egy évvel? Körülbelül ugyanez kategória volt nála, tehát ugye nyilván a legviccesebb ott a gumi offszernek a csomagolása volt. Miért is az offszerrel mit csinált? Nem tudom, Feri, ezt nem kérdeztem meg tőle, de azt szeretem, az valószínűleg nem, azt valami természetes anyagú lehetett. Nem hiszem, hogy újra felhasználta, vagy újra feldolgozta, mosás, vagy ilyesmi, de szerintem ott is egyébként ők nem a latex irányába mentek el, hanem inkább a természetes anyagokban. Van valami bomló, gyorsan bomló? Van. Illetve hát, ami ugye állatnak a... Kecskebél. Na, tudod te azt? Drágám, jó, de mi beléptem a Zero Waste-be. Légy szíves, húzd föl ezt a kecskebőrt. Miért? Mert Zero Waste-esek vagyunk. Utána légy szíves, dobd be a mosógépbe. És vasárnapra légy szíves, szárítsd meg. Mert vasárnap mindig nagyon kívános vagyok. És minden a férje feldolgozom. Gyerekek, küldjetek kérdéseket, jó? 0623111111 az SMS számunk. Szerintünk hasznos kis fél órának nézünk elébe, de mondjuk, hogy ez csak ötletadás, ez csak ráhangolódás, ez egy hosszú útnak a vége, a 8 hónap alatnyi befőttes üvegnyi szemét. Kezdj el mindenki aztán szépen lassan. Azért ez így egyre környezetbarátabb, meg környezettudatosabb lesz a Föld. 5 perc, a 8 óra jövünk mindjárt vendégünkkel a hírek után. Balázsi! Tidi. 8 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek. Szevasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk Balázs a Budapesten a 6-os út kivezető szakaszán a Nagytétényi Kastély Múzeum magasságában, mindkét irányból áll. M3-as Budapest felé bevezető szakasz Szerencs utca előtt szintén áll. Köszönjük szépen! Azt de szépen rendbe rakták azt a kastélyt 6-os mellett. Na mindegy, mehetünk tovább. Oké. Azt mondja, hogy... Köszönjük!
Csak eszembe jutott, múltkor arra mentem, és így néztem, hogy mondom, milyen csuda. Igen? Semmit, közben kapom a ívet, hogy mit olvassak be közlekedési hírként, meg mit nem. De már figyelek, oké, tudom. Van valaki, aki a neveként reklámoz valamilyen szolgáltatást. De már én is rájöttem erre, és már nem olvasom be, azóta nem is küld annyit. Uh-huh. Ja, hogy úgy írja alá közlekedési. Úgy írja alá, hogy közben a cégét bemondatja velem. Ügyes, de már én is lelepleztem, meg hallom, hogy más rádióknál más műsorban is csinálja, és az most már úgy én nem csinálom annyira. De köszönjük, szóltok ezeket, azért mi is előbb-utóbb észreveszünk. Bővüljön csak a fekete lista. Nem kell azért fekete listára tenni, csak én mindig csak simán feriként olvasom be, és nem a foglalkozásaképpen, ami meg ugye rajta van. Na, hol van Éván? Gyerekek, nem jön? Vagy, de kint van. De csak rendet tesz kín a konyhába, összetépi az acskokat, elégeti, meg. Hello, Éva! Gyere, hello, Éva, ciao, hello! Na, Janival már nagy megfejtésben voltak kint, ezt hallottam. Szia, Éva, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Jó reggel! Meg vagy rémülve tőlünk kicsit? Egy kicsit. Igen? Nem kell. Figyelj, itt a végletek vannak a stúdióban. Tehát a legnagyobb ökológiai lábnyom. Feri, A legkisebb ökológiai lábnyom. Ferinek már írták, hogy ő is zero waste, mert nem hagy semmit a tányéron. Én mindent elpusztítok. Úgyhogy ez érdekes beszélgetés lesz, mi azért ezt hosszan felvezettük. Nyilván elmondtam, Éva, hogy... Éva, Évi, melyiket? Teljesen mindegy. Évi. Hogy nyilván ez nem egy szélsőség, hanem ez egy hosszú útnak a vége, amire te valamikor ráléptél. Tehát ez nem úgy indítottad, hogy ez ebből azonnal 8 hónap alatt egybefőttes üvegnyi lett, hanem egy hosszú-hosszú út, ami ezt a kedvet kaptál, és aztán ennek már ez az eredménye. Na de kezdjük az elején. Láttál, hallottál valamit, vagy ez mindig is motoszkált benned, hogy lehetne segíteni a Földön, mit csináljunk, és akkor a nem kérek nylon szatyorból elindult valamilyen hosszabb út. Jó, közel a mikrofon. Tulajdonképpen ez azzal kezdődött, hogy láttam egy videót egy lányról, akit Lauren Singernek hívnak. Ő most már 5 éve gyűjti a szemetét egy befőttes üvegben, ami jóval kisebb, mint az enyém, és még mindig nem telt meg. Brooklynban él, és erről blogol tulajdonképpen, hogy lehet ezt az életmódot elérni, hogy lehet megvalósítani, bár ő is elég messziről indult. Egyébként környezettudományos hallgató volt az NYU-n New Yorkban. Láttam róla egy videót, amiben arról beszél, hogy tulajdonképpen hogy kezdte el ezt az életmódot, és milyen alapvető változtatásokkal tudta elérni azt, hogy ennyire lecsökkentse a háztartásában keletkező szemét mennyiséget. És akkor elgondolkodtam azon, hogy kinyitom a hűtőmet, és gyakorlatilag minden be van csomagolva, és nagyon elkezdett engem felidegesíteni ez, hogy minden egyes bevásárlás után tonna szemetet kidobok, jó, nyilván túlzok, de és aztán elgondolkodtam azon, hogy hány emberrel történhet ez meg nap, mint nap, és bemegyek a fürdőszobába, és mondjuk reggelente az első dolgom, hogy megmosom a fogamat, és mivel mosom meg a fogamat? Hát nyilván egy műanyag fogkefével, miben van a fogkrém, egy műanyag tubusban, miben van a samponom, miben van a tusfürdőm, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez nagyon idegesít engem, és hol tudnám elkezdeni azt, hogy ezeket lecsökkentsem, és kiiktassam az életemből. Ez okozott egyfajta szorongást, vagy... Igen, van is erre egy kifejezés, az ökoszorongás. Ökoszorongás, ami, abszolút, persze. Abszolút. Persze. Szerintem mögött, igen, lehet, hogy ez is állhat, igen. Ami elindítja az embert. Igen, és korábban nálam a környezettudatosság nagyjából abban merült ki, hogy környezettudatos tisztítószereket vásároltam, vagy környezetkímélő tisztítószereket, amik szintén műanyag csomagolásban voltak, úgyhogy ez elég fals szerintem. És aztán minden egyes alkalommal, amikor elfogyott valami a háztartásunkban, akkor azt lecseréltem egy olyan dologra, tehát megvártam, hogy elfogjon az a valami, megvártam, hogy kiürüljön a sampon, megvártam, hogy elfogjon a fogkrém, és akkor újra és újra ki kellett találnom dolgokat, hogy ezt mivel tudom helyettesíteni, hogy ezt hogy tudom magam elkészíteni, hol tudom esetleg megvásárolni csomagolásmentesen. Azért ez ebben elég sokat segít az, hogy Budapesten már 3 csomagolásmentes bolt van, és én Budapesten élek. És akkor ez milyen hosszú út vége a 8 hónap alattnyi egy befőttes üveg? Illetve kérdezem, mekkora befőttes üveg? Valaki kérdezte, hogy ha van 250 literes. Ha van nála 250 literes, akkor azért az könnyű neki is egyet. Igen, nekem az se lenne elég, talán egy napra. De szóval egy befőttes üveg. És akkor itt már az a kérdés, ugye, hogy de ez majd az a beszélgetés vége lesz, hogy mi az, ami még rajtad is kifogol. Tehát 8 hónap alatt mi az, ami bekerül a befőttes üvegbe? Mert fogást biztos, hogy akarnak majd rajta találni. Igen, vagy csak kérdezni nyilván teljesen praktikus dolgokat, amivel az ember nem tud mit csinálni. Hogy például hol a többi szemét. Hogyha hol a többi szemét. Praktikus. Okay. És akkor erre hány év alatt sikerült nagyjából átállnod? Szóval körülbelül egy másfél évvel ezelőtt kezdett el motoszkálni ez a fejemben, és akkor elkezdtük. Tehát nem is annyira rázósan hosszú az út. Nem olyan rázósan hosszú az út. Szóval másfél évvel ezelőtt kezdtük el gyakorlatilag kiiktatni a háztartásunkban ezeket a műanyag csomagolásokat, főleg csomagolásokról beszélni.
beszélünk itt, de mi megvártuk, hogy minden elfogjon. Tehát, hogy semmit se dobtunk ki, csak azért, hogy aztán lecserélhessük egy környezetbarátabb alternatívára, mert ez pazarlás lenne. És aztán egyszer csak észrevettük azt, hogy jé, üres a kommunális kuka. Persze szelektív hulladék, az keletkezik. Tehát az félreértés elkerülése véget azért szeretném elmondani, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Persze egyébként azt is próbáljuk minél jobban leredukálni. Tehát most már egy hónapban egyszer visszük le a szelektív szemetet körülbelül, ezt is mérjük. Egy hónapban egyszer? Egy hónapban egyszer. És elég kicsik azok a szelektív kukák, a videóban egyébként látni is, ami rólam készült. Tehát ezek nem ezek a nagy másfél méteres, ilyen nagy háztartási, óriási, kékszínű, sárga színű kukák, hanem ezek a pici kis dobozkák. Picik, igen. Illetve komposztálunk is, és azt vettük észre tulajdonképpen egyébként, hogyha valaki el akarja kezdeni ezt az extrém műfajt, én azt ajánlom, hogy kukkancson bele a szemetesébe, és nézze meg azt, hogy mi az, amit kidob, és ezek közül mi az, amit esetleg le tudna cserélni egy olyan dologra, vagy esetleg teljesen ki tudná iktatni az életéből. Ez azzal is jár, hogy le kellett mondanod bizonyos dolgokról? Tehát rájöttél, hogy van, ami nem kapható csomagolással, és akkor azt mondod, hogy azt inkább nem? Vagy ez semmiféle nem lemondással nem jár, és most már tudod, hogy mindent hol tudsz megvenni, vagy amire szóval szükséged van? Úgy kezdődött ez, hogy mi leültünk a párommal, és írtunk egy listát arról, hogy mi az, amitől nem vagyunk hajlandóak megválni, mert annyira szeretjük, és annyira nélkülözhetetlen eleme az életünknek. Mi volt a listám? Hát a párommalnak az első a listán, ez a Túró Rudi volt, és én szegényt nem akartam megvonni ettől, hiszen ha ő ennyire szereti a Túró Rudit, és ez a kedvenc édessége. Ezért most bejár üzletekbe, és ott teszi meg. Szerencsére az egyik csomagolásmentes boltban lehet kapni Túró Rudit. Gramra kimér, vagy mesztelen rudikot ülnek, mint a kókuszgolyók a cukrászdában, és akkor ott be... Igen, és saját dobozba belepakolják, darabszámra lehet venni, és ugyanolyan finom, mint a rendes Túró Rudi. Aha, oké, hogy néz ez ki a gyakorlatban? Tehát tulajdonképpen akkor te egy kis vászonszatyorral, meg üvegecskékkel, meg saját pohárral járod a boltokat, mert hogy gondolom azért a csomagolásmentes bolt az nem megoldás mindenre. Nem megoldás mindenre, és nagyon drága is lenne egyébként az. Tehát sajnos ezek a csomagolásmentes boltok még nagyon újak, és nagyon nincs olyan sok vásárlójuk nyilván, ezért sokkal drágábban adnak el bizonyos dolgokat, nem mindent, de vannak dolgok, amik drágábbak. Mit van, mivel jár? Neked egy átlagos bevásárlás, aki mivel jár? Mit viszel magaddal? Elsősorban vászonszütyőket. Tehát van egy szatyrod, hogy ne kelljen szatyrot kérni. Van egy vászonszatyrom nyilván, nem egy, hanem általában mondjuk 2-3-at viszek magammal. Hogyha mondjuk egy heti nagy bevásárlásról beszélünk, vagy 2 heti nagy bevásárlásról, azért mi csak ketten vagyunk, azt is hozzátenném, hogy mi ketten vagyunk, meg egy kutya, tehát hogy nincs gyerek, meg tehát, hogy csak ennyien élünk ebben a háztartásban. Tehát akkor viszek magammal néhány vászonszatyrot, és akkor utána vászonszütyőket, kisebb méretű vászonszütyőket, ebből is van több méretű, tehát van, amit a kenyérnek viszek, van, amit a kisebb dolgoknak, amit kimérősen veszek, tehát mondjuk rizs, bulgur, nem is tudom. Zöldségek, mondjuk azt is zöldségek, gondolom. És ezeket üvegbe beöntetett, tehát ezekbe beöntöd üvegbe, mint hogy veszel rizst, elviszed, és akkor... Hát otthon vannak üvegeim, és akkor abba beleöntöm, és abba tárolom őket, tehát, hogy nem viszem magammal az üvegeket, mert azok marha nehezek lennének, és csörömpölnének útközben. Ez egyébként az elején megjártam ezt, tehát, hogy vittem magammal az üvegeimet, és mindenki nézett rám a metrón, hogy ez mit csörömpöl itten. Úgyhogy nem, vászonszütyőket viszek magammal főleg. Persze, hogyha valami folyékony dolgot szeretnék venni, mondjuk mint ecet, vagy nem is tudom, olaj, ilyesmi, azért ezeket is kimérősen szoktam venni, ahhoz természetesen viszek magammal üveget, illetve dobozokat viszek magammal. Nem dobtam ki a régi Tupperware dobozaimat, mert ez teljesen felesleges lenne, hanem inkább megtartottam őket, és addig használom, amíg az élettartamuk szól. És amit mondjuk megesztek, azt komposztáljátok? Tehát annak a gyümölcsöt, mit tudom, tehát ami marad? A növényi hulladékot, természetesen azt, amit lehet, és azt, amit érdemes, azt komposztáljuk. És leviszitek vidékre. És elvisszük vidékre a párom szüleihez. Egyébként lehet kísérletezni lakásban is komposztálással, ilyen a dermakomposztáló és a bokasi komposztáló. Engem a bokasi komposztáló nagyon érdekel, úgyhogy ki fogom próbálni. És akkor ott a nagyszobának a sarkában van egy kis komposztáló szerkezete? Tehát a konyhában, a szekrényben. Én így tudom ezt elképzelni, mert ugye a komposztnak sötét, meleg hely kell. Elvileg, hogy ha lakásban komposztálunk gilisztákkal, a dermakomposztáló gilisztákkal. Megettem, hogy egy negyed kiló dinnyét, akkor bedobom a komposztálóba. Berakod rá a kis gilisztáidat. Hát ennél bonyolultabb. Bedobod a kis szobába. Bedobom a kis szobába. És egy idő után eltűnik. Igen, igen. De egyébként vannak közösségi komposztálók is Budapesten belül. A Humusz Szövetség oldalát érdemes felkeresni ebből a szempontból.
illetve vannak közösségi kertek is, és nekik is vannak komposztálóik. Tehát, hogyha valaki nem tudja megoldani azt, hogy levigye vidékre a komposztot, vagy nincsen kertesháza, ahol tud kertben komposztálni, akkor érdemes felkeresni ilyen közösségeket, és ők nagyon szívesen veszik át a komposztot. Hát meg kertesházaknál ugye ez a zöld hulladékgyűjtés, ugye az gyakorlatilag hetente megvan oldva, ott ugyanakkor az a probléma, hogy nejlon zsákokba, bár lebomló nejlon zsákokba gyűjtik össze, de azokból is komposzt lesz. Azokból is komposzt lesz? Persze, ezt nem tudtam. Azokat ezt is ugyanígy feldolgozzák. Mi van, be akarsz menni egy gyors étterembe, és ott mondjuk csomagolva kapod a kaját? Nem mész? Vagy kicsomagolod? Vagy megmondod, hogy szedjek ki a sajba? Csak ilyen de... hétköznapi praktikus kérdések. Tehát az a helyzet, hogy hamburger... én lassan 10 éve vegetáriánus vagyok, úgyhogy ez jelentősen leszűkíti a lehetőséget. Vegaburger, van egy nagyon jó vegaburgerező egyébként nem messze a Szentgellértértől, és ők nagyon ökotudatosak, tehát ők mindent papírba csomagolnak, vagy kérhetem a saját csomagolásomba, és kérhetem a saját dobozomba, amit aztán otthon kimosok. De várj, a papírba csomagolás az oké? Tehát azt el szóval kell elfogadod? A papírral az a helyzet, van, amikor elfogadom, van, amikor az a legjobb opció. Aha, tehát van kiskapu, hagyhatsz van magadnak kiskapu. Egy ilyet, hogy akkor a részét a sajtburgert. Igen. De a legjobb igazából az, hogyha nem mindig megveszünk új dolgokat, hanem újra és újra használjuk őket. Tehát, hogy nem veszünk eldobható dolgokat. Persze, ezt még én se tudom mindig kiküszöbölni, hiszen városban élek, és fiatal vagyok, és rohanok általában. Úgyhogy, és nagyon nehéz lenne a hátizsákom, hogy állandóan mindent magammal cipelnék. Okay, hogy veszem WC-papírt, vagy hogy veszem fogkrémet, vagy a tusfürdőt elviszed, előre ki van mérve kis üvegbe? Elhoztam egy csomó Na. mindent, hogy meg tudjak nektek mutatni. Mutass egy-két dolgot, hogy mit hoztál. Lehet, ah, például, fogkrém, igen, okay. Például egy fogkrém. Ugye évi előtt egy vászontáskát, a jól megszokott vászontáska. Jól megszokott, óriási vászontáska. De ezt csinálod már például a fogkrémet otthon? Valamiből? Csináltuk egy darabig otthon a fogkrémet. Istenem, de irigylem, hogy ennyi időtök van, fogkrémet csináltok otthon. Könyörgöm, Istenem, ha szeretsz, adj egyszer egy időt, hogy legyen időm egyszer házi fogkrémet készíteni. De jó. Nincsen gyerekünk. Ez igaz? Hát nyilván ebből a szempontból ez még azért egyszerű. Nincsen gyerekünk, szóval fogkefe az nyilvánvalóan bambusz fogkefe, papírcsomagolásban. Erről azért már elég sokan hallottak, és már a DM-ben is kapni, Rossmanban is kapni, nem tudom, hogy nem mondjuk már feleben. Bocsánat, igen, nem mondok. Tehát, hogy drogériákban is kapni már, illetve bioboltokban is kapni már bambuszfogkeféket. Én ezt azért szeretem, mert ennek papírra csomagolása, nem mindnek papírra csomagolása, ami szerintem nagyon ellentmondásos és érdekes. Oké, és mondjuk a fogkrém, mert a fogkefét értem. Fogkrém, mert az a helyzet, hogy egy darabig csináltuk, ez tulajdonképpen szódabikarbonából. Szódabikarbonából, és a barátodon kísérleteztek. Kókuszsírból, illetve... Tehát így saját kezüleg csináltatok saját kvázi kezüleg otthon csináltunk otthon fogkrémet, jó darabig használtuk. Nekem egyébként bejött, nem sercegett a fogam alatt a szódabikarbóna, engem egyáltalán nem zavart. A páromnak egyetlen kifogása volt ezzel kapcsolatban, az még pedig az, hogy nem habzik. És hogy megszoktuk azt, hogy a fogkrém az habzik. Az íze is majdhogy nem olyan volt, illóolajokkal majdhogy nem sikerült elérnem a fogkrém ízt. Aztán jártunk kint Berlinben, ahol szintén van egy csomagolásmentes bolt, és ott kaptunk kimérve fogtablettát. Ez igazából fogkrém, ami szilárd tabletta formájú, beveszem a számba, elrágcsálom, és habzik, mint a csoda. És közben akkor rásúrolsz. Igen, és közben rá kell súrolni, persze, és ugyanolyan fogkrém íze van, mint a legtöbb fogkrémnek. Meg is lehet egyébként szagolni nyugodtan ezt. Oké, mi van az ilyen csajos dolgokkal? Ugye nagyon sokan kérdezik. Ezt, és ezek legpraktikusabbak. Amit egy nő használ, ugye különböző nehezebb, meg könnyebb napokon, meg nem tudom, azt is, hogy az ember beszerzi, vagy... Be lehet szerezni, vagy el is lehet készíteni egyébként. Na, nem mond nekem, hogy kis ollócskával vágod, és egy akkor... Egy barátnőm készítette nekem egyébként, igen. De egy barátnőm... És ez olyan, mint a szárnyas betét, kvázi tulajdonképpen vászomból, amit aztán az ember kimos, és akkor újra használ. Most bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek, csak a praktikus dolgát is kérdezem, hogy... Persze, nem, egyébként ezek nagyon érdekes kérdések. Mert ugye hát a nőknél havonta termel ezzel szemetet. Nem csak, hogy termel ezzel szemetet, de még egészségtelen is, és drága. Tehát ezzel havonta egy nő, most satszolok, de egy 3-5 ezer forintot elkölt arra, hogy megveszi, amit kell. Ez igazából egy nagyon egyszerű textilbetét.
egyébként a videó posztolása után rengeteg komment érkezett arra, hogy ez undorító, és sokan ezt gyomorforgatónak találják. Én nem találom gyomorforgatónak, hiszen minden nővel megtörténik. Havonta. Hát az anyáink így nőttek fel. És anyáink így nőttek fel. Akkor egy vászon, egy vászon történet oldja meg a dolgot, ugye? Ami alakra egy az egybe olyan, mint az egyszer használható. Hát mint régen a vászon pelenkák, ugye? Hát mekkora ökológiai lábnyoma több millió gyerek. Hogy össze lehet kapcsolni a ruhaneműn, és akkor... És akkor egy betét formája lesz. Igen, és utána ezt ki lehet mosni. Én ezt nem mosogatom kézzel, mert arra egyrészt nincs időm. Én ezt inkább beállsztom. Teszádból az, hogy nincs időm, az azért... Ezt is a barátod csinálj. Gyere, költözzát hozzá egy hétre. Meg nem is szeretném. Lehet kézzel is mosogatni egyébként, és ezt minden nő tudja, hogy hogyan kell, hiszen van, hogy más is olyan lesz, amit egy adott esetben nem szeretnénk. Jó, csak ezek a sokak szempontból, ezek azok az úgynevezett ilyen neurológusabb pontok. Beáztatom, és aztán kimosom a mosógépben, és mondjuk és a törülközőket, és tökéletesen használható, tökéletesen működik. Ez szerintem kényelmesebb is, jóval kényelmesebb, de vannak más eszközök is erre, mint amit a videóban is említettem egyébként, ez a kehely, ami szilikonból készül egyébként, talán az a legjobb megoldás. Én nem is értem, hogy miért nem hallottam erről korábban, hiszen rettenetesen kényelmes szilikonból van, akár 10 évig is lehet használni, 12 órán át lehet folyamatosan használni, rendkívül higiénikus, ugye az ember mossa saját kezével, és gyakorlatilag nem érezni, és nagyon, nagyon könnyű vele létezni, lehet vele sportolni, lehet vele úszni. Én nekem ez az, ami igazán tetszik benne. Mi van például rendezve, amit az interneten, amiben van csomagolva? Hát mázlin volt az utóbbi időben, nem nagyon kellett rendelnem, viszont hogyha rendeltem, ha valamit rendeltem, az kutyakaki zsák volt, és az papírcsomagolásban rendeltünk. Egyébként az is lebomló, egy magyar márka, nem mondom ki a nevét, de egy magyar márka, és lebomló kutyakaki zsákot készítenek. Igen, szerintem sokan fel akarták tenni ezt a kérdést, mert rengeteg kutyás van, akinél ez. Igen, és mi is kutyások vagyunk, és ez nagyon nagy probléma volt. Korábban is persze ilyet vettünk, de amit nem vettünk, az... Nem életszerű a térről hazavinni, aztán bedobni a klotyóba. Az abszolút nem életszerű, és nem is szabad egyébként. Tehát ez veszélyes hulladéknak minősül. Oké, ebből a szempontból igen, termelünk, vagy mangót, a kutyánk termel hulladékot. Egy kis mangót. Egy kis mangót. Igen, szóval akkor lebomló kutyakaki zsákot veszünk, ez, ha jól tudom, valamilyen keményítőből készül, és magyar termék, ami nekem nagyon tetszik, és nagyon örülök neki. Okay, és papíros kutyakaja például. Imérős sem vesz imérős saját. Imérős kutyakaja, az is csak száraz. És ezek is általában van, hogy olcsóbbak egyébként kimérősen, ami szerintem külön pozitívum. Persze, azt is megértem, hogy ha valaki nem tud elmenni hetente, két hetente megvenni 2-3 kiló száraz kutyaeledelt, a konzerv egyébként egy nagyon jó megoldás, hiszen azt újra lehet hasznosítani. Tehát... És ahogy olvasom, hogy mindig van nálad fémszívósz, elevőeszköz, elviteles kávés pohár, tehát hogy ezek az állandó napi kellékei. Hát a kávés poharat azt látjuk. Mert az ember nevet mond a szívószár, ez egy jó nagy baromság ez a szívószár, hogy ha kéred, ha nem teszik bele mindenhol, minden étterembe, tehát tényleg jó lenne, ha már betiltanak. Nagyon-nagyon mérges szoktam lenni. Volt, hogy jeleztem a pincérnek többször is, mert többször rendeltem italt, minden egyes alkalommal elmondtam neki, hogy nem kérek bele szívószálat. Vagy legalább kérdezze meg, mert 10-ből 8 ember szerintem nem nyelzik. És minden egyes alkalommal bólogatott, aztán persze ott landolt a szívószál a poharamban. Na, ilyenekkel van főleg tele egyébként a befőttes üvegem, tehát ilyen kéretlen műanyagokkal, amiket sajnos nem lehet újra hasznosítani, nem nagyon lehet újra használni, tehát egyszer használatos eldobható, kvázi eldobható termékekről beszélünk. Főleg ilyenekkel van tele egyébként. És akkor a kis szettedem és a pohár, az evőeszköz, a fém szívószál. Van bambusz evőeszköz. Ezt én nem vettem volna meg magamnak, anyukámtól kaptam ajándékba. Egyébként mindenki otthon kiveheti a konyhai fiókból a késvillát és kanalat, nyugodtan lehet azzal menni. Meg jó kis honvédségi kanálgéppel. Mi van, ha patikába kell menned, és mondjuk gyógyszert kell menned? A gyógyszer az egyetlen olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy... Szóval ugye nem nagyon tudok mit csinálni, nem persze. Tudunk, ha csak nem neperektől szerzik, akik a markotokban nyomják az asztorián az aluljáról. Nem nagyon tudunk mit csinálni vele. Egyébként mondjuk hát a páromnak kellett injekciós tűt használnia egy betegsége miatt. Nem megyek bele a témába, de egy betegsége miatt. És az injekciós tűket viszont le lehet adni egyébként patikában, házi orvosi rendelőben, kórházaknál. Le is kell egyébként kötelező. Az úgyhogy is veszélyes hulladék.
még persze. Tulajdonképpen ez volt az, ami gyógyszerek közül a legtöbb keletkezett nálunk az utóbbi körülbelül egy másfél évben. Nem nagyon fordult elő olyan, hogy vírusos megbetegedés, vagy hasonlót, vagy nem is tudom, tehát nem nagyon fordulnak ilyenek elő, hál' Istennek, és egyébként hallottam, hogy felújításról beszéltetek, lakásfelújításról. Na, mondjuk az, igen, festék, csomagolóanyagok. Nem kellett felújítanunk az elmúlt körülbelül egy évben, tehát előtte volt egy nagyobb lakásfelújításunk. Mielőtt elkezdjük, drágám, gyorsan újítsuk fel a lakást. Igen. Folytatjuk, megnézzük, mi került az üvegbe, meg még vannak hallgatói kérdések, azokkal jövünk mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk a hírek után. 3-9 lesz, pontosan 5 perc múlva, hello mindenkinek. Jó reggel továbbra, és Évi a vendégünk, Antal Évi, aki 8 hónap alatt csak egy befőttes üvegnyi szemetet tudott összeszedni, de nem ám úgy az utcát járva, hanem ennyi az a háztartási hulladék, ami ugye hát tulajdonképpen keletkezik náluk, és ez ugye a Zero Waste irányvonalnak egyfajta hazai képviselet, amit Évi is képvisel. Hosszú út vezetett idáig, arról beszélgettünk, hogy mi váltotta ki, és aztán nagyon egyszerű hétköznapi praktikus kérdéseket dobtunk be Évinek, hogy mit mivel helyettesít, hogyan próbálja minimálisan csökkenteni ugye a háztartási hulladékot. És magát mondtuk, hogy még beszélünk az üvegről. Csak kérdezem, hogy közben ezzel az is együtt jár, hogy az ember kicsit beleőrülve, vagy szorongva ül az autójába, vagy utazik repülővel, vagy nem utazik repülővel, tudod? Szóval, hogy ez maga csak a háztartásra és a hulladékra egyszerűsödik a dolog, vagy ez már egy olyan életszemlélet, amikor tényleg úgy ülsz föl nagy is egy repülőre, hogy nagyon szorongsz, hogy most mennyi kerozin megy az égbe. Korábban, mielőtt elkezdtük nagyon mélyen beleásni magunkat ebbe az életmódba, és kvázi sportot űzni belőle, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, és minél ökotudatosabban éljünk, előtte írtunk egy listát arról, hogy mi az, amiről nem vagyunk hajlandóak lemondani, még emellett az életmód mellett se. Akkor volt az első a túrórudi, hál' Istennek arra találtunk megoldást, aztán volt a dobozos tej, arról majd később beszélek. Igen, a dobozos tej. Micsoda luxus. Micsoda luxus. És a harmadik pedig a repülés. Hát mi azért évente egyszer járunk nyaralni, nagyon szeretünk utazni, nagyon szeretünk világot látni, egyébként utazás közben is nagyon ügyelünk arra, hogy még távollétünk során se termeljünk szemetet, tehát általában felkeresünk helyi piacokat, eljárunk helyi hulladékmentes boltokba, tehát csomagolásmentes boltokba, most már nem is tudom hány ilyen boltban jártunk különböző országokban, és igen, ilyenkor fontolóra vesszük általában, hogy akkor menjünk-e vonattal, busszal, volt is ilyen. Egyébként, de van, amikor olyan messzire megyünk, hogy repülőre kell ülni. Egyébként bizonyos légitársaságoknál lehet plusz pénzt, pár száz forintot fizetni azért, hogy a CO2 kibocsátást csökkentsék. Hogy tetszik mondani? Ez biztosan még fapados vezette be. 60 ezer repülőjegyre 500 forintot ráfizetek, és akkor nekem kevesebbet füstölve. 60 ezer forintért még sose vettünk repülőjegyet fapadosra. Nem arról van szó, hogy neked kevesebb, hanem a sokszor 500 forintból ők olyan kutatásokra fordítják, gondolom, hogy általában fákat ültetnek. Ezt tudja, hogy valamelyik fapados volt. Utazzon velünk 23 ezerért Londonba. 23.500-ért viszont gondoljon a jövőre. Hagyjad nekünk még 2500 forintot. Ültetünk majd fákat Magyarországon. Ez tudja, egy fapados üzletpolitika, hogy még 500 forintot. De, csak mondom, igen, igen, hogy de hozzátenném egyébként, hogy mit tömeg közlekedünk, illetve gyalogolunk és biciklivel közlekedünk. Nincs autónk, nincs is jogosítványunk, bár nagyon szeretnénk egyszer, hiszen nagyon praktikus, és van, amikor jó, hogy van egy jogosítvány. Magatoknak, vagy lenne jogsíz, használnátok autót. Hát, hogyha messzire mennénk, és kényelmetlen lenne kutyával vonatra vagy buszra ülni, akkor előfordulna, hogy autóba ülnénk. Autót semmiképpen se tartanánk fent. Aha, tehát, hogy az, hogy állandó autó legyen, az például nem. Mert csak az érdekelt, hogy mennyire bővíti ki ez az úgynevezett olyan gondolkodást, hogy... Nem, de ez nem is nem csak azért, mert hogy mennyivel környezetbarátabb tömegközlekedni, hanem mert egyrészt mi a városban élünk, tehát azért itt sokkal gyorsabban eljutok A-ból B-be, hogyha felszállok egy vonatra, vagy egy vonatra, már metróra, vagy villamosra, vagy buszra, mint hogyha a kocsiba ülnék, és ülnék a piros lámpáknál a dugóban. Tehát, És akkor a kis komposztodat mondjuk vonattal viszed le a szüleidhez? A párom szüleihez szoktuk ez levinni. Kérdés, de akkor hetente, két hetente fogod, szoktunk. És akkor mentek igen, vele, igen. Általában egy papír zacskóba szoktuk beletenni, azok általában össze szoktak így ülni. Néha, hogyha mondjuk veszek használtan ruhát, vagy ilyesmit, akkor azt többnyire papírba szokták csomagolni, és akkor abba szoktam levinni a komposztot vidékre. Körülbelül hetente, két hetente. Nagyon jó a téma, fültisztítás, amilyen alternatív környezetbarátság megoldás.
van, ugye a kis fültisztító pálcika, ez be is fogja tiltani talán a szívószálakkal együtt. Rendkívül egészségtelen a fültisztító pálcika, egyébként erről rengeteg kutatás született. Orgazmus de... közeli állapotba tudok kerülni tőle. De nagyon szeretem én is a fültisztító pálcikát. Lehet kapni egyébként papírcsomagolásban bambusz nyelű, pamut fejjel rendelkező fültisztító pálcikát bioboltokban, és nem sokkal drágább egyébként, mint a fültisztító pálcika. Commerce drogériákban is, és én már a Spárban is, bocsánat, hipermarketekben, szupermarketekben is lehet már kapni ilyen bambusz fültisztító pálcikát. Na most, amit nyilván te megkapsz mindig, hogy mennyi ideje van ennek a csajnak, meg biztos nem dolgozik, meg biztos nincs gyereke. Én egyetemre járok is dolgozom. Egyetemre jársz is dolgozol. Uh-huh. És van egy kutyám, azért ő a gyerekem. Most még, hát azt mondom, hogy a gyerek meg fogja ezt nehezíteni azért. Igen, valószínűleg. Nem, mert akkor már annyira profi lesz, érted. Az is igaz, hogy minden minden. Igen, de hogyha egyszer földeríted azt, hogy honnan lehet a kutyakaki zsákot megszerezni, ami neked jó, akkor az már nincs bajod. Tudod? Tehát, hogy tudod, hogy hol van a csomagolásmentes bolt, nyilván azért ez egyszerűsödik, ennek az eleje a macerás. Igen. De azért ez egy oldott tudatállapot, vagy kicsit állandóan egy ilyen, amiről beszéltünk, egy ilyen ökoszorongás, mert hogy én azért közben azt látom, hogy akik... Szerintem oldott tudatállapot, persze az elején nagyon rástresszeltünk arra, hogy úristen, akkor ezt mire fogjuk lecserélni, meg hogy fogunk ebből találni csomagolásmentes verziót, hol fogjuk ezt kimérősen venni, de most már olyan szinten az életünk részévé vált, hogy egyrészt fel se tűnik, és amikor tegnap kértétek, hogy akkor gyűjtsek össze néhány olyan dolgot a háztartásunkból, amit napi szinten használunk, és hulladékmentes kategóriába tartozik, akkor nagyon nehéz volt nekem ezen elgondolkodni, hiszen annyira beépültek az életünkbe az utóbbi egy-másfél évben ezek az eszközök, hogy észre se veszem, hogy használom őket. Mindig ott lapul valamennyi a táskámban, csak előkapom őket, és ez akár az is, hogy az ember elmegy egy moziba, vagy egy szórakozó erre, ott is már rutinszerűen akkor oda tartja a poharát, vagy viszel patogatott kukoricát nem szoktunk venni, mert én annyira nem szeretem, mert beleragad a fogam. Na, csosz, az se. Csak úgy beütök simán mozizni. Azt nagyon szerettem, arról le kellett mondanom. Ne is szállj! Nácsoszról lemondasz. Nem szűrcsölszel egy nagy kólát a film közben. Visszek magammal. Ja, adsz egy üveget, hogy nyomja bele abba. Van nálam. Hát mondjuk az a legegyszerűbb, igen. Egy... Korábban vettem, sajnos egyébként műanyagból van, de nagyon tartós műanyagból, egy tulajdonképpen Starbucks-os újrahasználható pohár, tulajdonképpen, amit egy kávézóban vettem, és még nem volt olyan, hogy ne töltötték volna bele a moziban a kávét. Vagy a kávét, mi az ő kólát? Nem sokára elszíneződik. Igen. Mindegy, akkor viszi a kezébe. Jó, és akkor Nácsoszról elmondtál a Nácsoszról, tényleg. Igen, sajnálom. Van még valami, ami fájdalmas? Rágógumi. Nem tudtad megoldani? Hát a rágógumi nem lebomló. Aha, nem. Hát egy darab valami egyéb autógumi. És ez viszonylag nehéz egyébként otthon előállítani. Igen, lehet kapni lebomló rágógumit. Tehát már azért is semmilyen a környezetet, hogy rágózom? Azt nem veszitek el tőlem. Pedig azt fogom adni. Nem veszitek el, akkor azt is oda kell adni. Balázs, ezt egyébként szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell mindenről lemondani. Hogyha 5 dolgot lecserélsz a háztartásodban környezetbarátabb alternatívára, akkor gondoljunk bele, hogyha ezt mondjuk milliók teszik meg, vagy milliárdok teszik meg, akkor ez hatalmas változása a bolygó szempontjából. Tehát nem kell mindent lecserélni, extrém sportot tűzök ebből. Tehát, hogy ez egy különleges életforma szerintem, és nem kötelező mindent lecserélni az életünkben. Tehát, hogyha ha ragaszkodsz a rágóhoz, vagy a nácsoszhoz, akkor nem kell tőle megszabadulni. Te belül szorongsz egyébként? Nem. Egyáltalán? Nem. Amikor viharokat látsz, amikor erdőtüzeked, és akkor van már egy ilyen itt a vége, gyerekek, és tegyünk meg még többet életérzés, vagy miben látod a megoldást, hogy megszületik az a tudatállapot, amikor mindenki átáll? Szerintem egyre divatosabb lesz ez az életmód. Én egyébként már szoktam látni azt, hogy bevásárolok, és akkor a sorban mögöttem olyan áll, vagy előttem olyan áll, aki szintén vászonszütyőbe pakolja a zöldséget, gyümölcsöt, pékárut, és ez engem nagyon boldoggá tesz, hogy más is kipróbálja ezt az életmódot. A suliban is rengetegen kísérleteznek már, ha csak a vászonszütyőkkel, vagy az újrahasználható kávés poharakkal, de azért kísérleteznek velük, vagy rengeteg újrahasználható kulacsot látok mostanában a metrón ülve egyesek kezében. Úgyhogy szerintem előbb vagy utóbb divatossá válik ez az életmód, és sokan kezdik el űzni. Lehet, hogy nem ilyen
extrém módon, mint ahogy mit csináljuk, hogy mindent lecserélnek, és mindenre nagyon János, odafigyelnek. Csak azért kezdem a szorongás, hogy például Jánosról tudjuk, hogy úgy zuhanyzik, hogy beáll a tus alá, gyorsan elzárja a matróz, zuhanyzik, hogy annál is kevesebb víz fogjon. Tehát ezt kérdezem, hogy meglátsz egy autómosót, ahol mosnak, vagy az öntözést, vagy amikor úgy zuhanyzol, akkor eszedbe jut, hogy nem ülsz nagy kárvízbe. Tehát igen. Vagy már ennyire szíves, hogy még nem fűrsz nagy kárvízbe, hanem beugrasz az zuhanyzó alá, kiugrasz a zuhanyból. Mert ilyen... kádunk, már nagyon szeretnék kádat, mert én szeretem a kádfürdőt. Óvatosan. Azért, mert az a dobozos te is egyébként megütött a fülünket. Hát azért az, hogy beülsz egy kávízbe. Dobozos tejről egyébként annyi, hogy mi piacon vettük jó darabig a tejet saját üvegbe, nyers tejet, ami egyébként nagyon finom, és furcsa mód még a laktózérzékenységem se készült ki tőle. Valamiért nem is tudom, hogy ez mitől van, de sosem éreztem rosszul magam tőle. Ami nagyon jó, viszont hiába forraljuk fel, hiába csinálunk vele bármit, mivel mi csak a kávéba lögybőljük, néhány nap alatt megromlik, és ez meg nagyon nagy ételpazarlás lenne, hogyha minden héten kijöntenék fél liter vagy egy liter tejet. Ezt nem szeretnénk megtenni, úgyhogy inkább dobozos tejet veszünk helyett, ami jóval tovább eláll, kevesebbet... Aludtej, nem szeretem az aludtejet, úgyhogy inkább dobozos tejet veszünk, és akkor a doboz viszont... Túró? Lehet kimérősen venni túrót. Na, de hát a kis tejből, ami megmarad, lecsöpögteted, alud, érted, van egy munkafolyamat benne, de már is megvan a tejecske. Megvan erre ideje. Ja, hát, csak ezt sokan kérdezik, hogy drágább ez az életmód. Már hogy arra gondol, hogy például a bambusz fülpiszkáló az háromszor annyiba kerül, mint a műanyag. Viszont vannak dolgok, amik meg sokkal olcsóbbak. Sokkal olcsóbbak, mivel nem fizetem ki a csomagolást, és legtöbbször piacon vásárolunk, ami ugye jóval olcsóbb, mint a nagy boltokban, tehát most gondolok a zöldségre, gyümölcsre, tejre, tejtermékekre, akkor ezzel rengeteget spórolunk, illetve rengeteg mindent újra használunk, mert nem vesszük őket meg újra és újra. Tehát például nem veszünk PET-palackot, mert van kulacsunk, amit újra töltünk útközben. Ezért rengeteget spórolunk ezzel, illetve újra használható kávés pohárral azért lehet spórolni, mert a legtöbb kávézóban a kávés pohár árát levonják, tehát mivel nem használom az egyszer használatos eldobható kávés poharukat, ami pénzbe kerül természetesen, ezért levonnak a kávé árából. Így már azért a legdrágább kávék is azért olcsók. A beszélgetések közben az ember az ilyen beszélgetésen azért kezd el szorongani, mert ő nem így csinálja, vagy azon szélsőség miatt, amit Évi csinál, vagy egyszerűen csak úgy az embernek ilyenkor nincs meg a komfortérzete, mert érzed a teljökológiai lábnyomodat. Tehát, hogy mi van most bennem, azt mondjátok meg. Ez, mi van most bennem? Ez, hogy mert valami nagyon furcsa érzés van bennem, és próbálom megfejteni ezt az érzést, ami bennem van. De nem is ez nem a is lényeg. Kell idány, nem is kell szerintem nem is biztos, hogy akarnék eljutni. Tehát ez nekem egy nagyon erős szélsőség. Nem, de hogyha 3-4 dolgot, vagy 5 dolgot lecserélsz a háztartásodban, vagy esetleg megfigyeled azt, hogy mi az, amit napi szinten kidobsz, és lehet, hogy tudnád nélkülözni, vagy le tudod cserélni egy újra használható alternatívára, teszem azt mondjuk a PET-palackot esetleg egy újra használható kulacsra, akkor azzal már rengeteget tettél. De nem látom, kell... Hogy az én csomószor bemegyek egy benzinkútra, és iszom fél liter vizet műanyagból, akkor mi csak kimenjek be mosdóba. Igen, és törzs meg, hogy töltsen meg kulacsot. Kérd meg esetleg a benzinkutast, hogy töltsenek neked egyiket. Öntse át, hogy az az ő sara legyen. Létszik hozzá egy hidegmentes vizet Balinak, és öntsd át gyorsan az üvegen. Jó, ha mondjuk valahol... És két jeges, tehát a gyerek nagyon borcosak lesznek, ha üres kézzel megyek vissza a kocsiót. De törzs a szájukba. De hogyha mondjuk valahol van vízautomata esetleg, akkor azzal is újra lehet, tehát a ballonos vízautomatára gondolok. Egyébként már van applikáció arra, hogy Budapesten belül megtaláld azokat a helyeket, ahol friss, szűrt vizet tudnak önteni a kulacsodba. De nem ám kólázgatunk, meg állsz. Oké, csak én az egésznek a lényegét akarom megfejteni. Ez valójában egy környezetfélés, egy szorongás, egy aggódás a természetért, vagy egy menő, kicsit belvárosi, kicsit helyes irányzat, amit most mindenki átvesz, de valójában trendi, inkább jó, menő csinálni, és akkor kicsit én is úgy ehhez csatlakozom. De valójában tulajdonképpen nem is igazából az érdekel, hogy mi van a földdel vagy a természettel, hanem ez most egy menő irányzat, és kicsit én is csinálom. Érted? És nem baj, mert csináld, mert nem ártasz vele, sőt, baromi. Jó, csak kérdezem, hogy a motiváció, mert nem tudok rájönni. Mert igazából és mindegy is irányzatá... ha használ. Igen, hát tulajdonképpen, ha közben használ, akkor azzal nincs baj, csak kérdezem. A motiváció, hogy... a motivációt, nekem az adja a motivációt, hogy lesz, vagy van már egy következő generáció, mondjuk a hugomék, akik 6-4 évesek, vagy kisebbek, vagy akik most születnek gyerekek, mondjuk a barátnőmnek nem sokára megszületik a kisbabája, és velük mi lesz? Ők hogy fognak felnőni? Nem ugye, fognak tudni jó. Elmenni ugye egy tengerpartra, hogy nem lesz tiszta szemét az a tengerpart. Hát.
Így van. Az egyébként az indexes videóban mondtad el a végén szerintem az egyik ilyen kulcsát az egész történetnek, hogy majd egyszer nem biztos, hogy lehet, hogy el tudod odázni, lehet, hogy nem tudod megakadályozni a világ végét, meg azt, hogy ez az egész így úgy, ahogy van, eltűnjön az emberi civilizáció, de ha majd neked a gyereket felteszi ezt a kérdést, hogy tettél-e valamit azért, hogy ez ne következze be, hogy. Mondom, hogy menjen aludni, gyerekem, nagyon gyorsan ment az óra, megnézni egy filmet anyádnak esetleg. Hogy tiszta megismeretel, azt tudjad majd neki mondani, hogy igen, én tettem. Igen, én tettem. Vagy hát azt hiszem, hogy teszek, és ez megnyugtat tulajdonképpen, itt a szorongásomat oldom. Mondom, hogy szorongás. Benned is, a Jánosban is, egy masszív generalizált szorongás, amit úgy próbáltok levezetni, hogy szélsőségesen viditek a természetet, de ez jó egyébként, nem mondom, hogy rossz, de hogy emögött egy masszív szorongással. Tehát ezt meg kell fejteni. Igen, és ebben vezetitek le a szorongást, de ez nem baj. Nem magunk miatt szorogunk, hanem mindenki más miatt, vagy azok miatt, akik azt gondolják, hogy a szorongás az mindig szól valamiről, valójában. Persze, mások miatt is szoronghatunk, de az engem nagyon felvidít, amikor azt látom, hogy más is úgy érkezik a kávézóba, hogy viszi magával a saját újrahasználható poharát. Hatással vagyunk másokra. Tényleg jó. Tehát tulajdonképpen a nyilvánosságos is nekem az a célom, hogy minél több ember kezdje el, vagy gondolkodjon el ezen az életmódon, vagy egy-két alternatívát válasszon, tehát hogy lecserél esetleg olyan dolgokat az életében, amik talán nélkülözhetőek, vagy van belőle újrahasználható verzió, és ezzel is tudja óvni a környezetet. Tehát a környezetvédelem nem áll meg ott szerintem, hogy újrahasznosítunk, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Ez nem elég sajnos. Európában a szelektív szemétnek csak nagyon-nagyon-nagyon minimális részét hasznosítják újra. Ez többek között azért van, mert drága, kevés a munkaerő. Egyszerűen lehetetlen lenne mindent újrahasznosítani, ráadásul a legtöbb esetben a gyárak, gyártók nem szeretik az újrahasznosított anyagok vásárlását, mert az valamiért drágább, az valamiért nem felel meg nekik. Mi van a töménye? Milyen töménye? Az ital. Az ital? Üvegben van. Az üveg nem. Jó vagyok az üveggel? Az üveggel az a helyzet, hogy minden üvegből ugyanolyan üveg fog készülni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ugyanolyan üveg fog készülni, hanem az üveg minőség olyan nem létezik gyakorlatilag. Tehát, hogy bármilyen üvegformából bármilyen üvegformát elő tudnak állítani. Miközben a műanyagból rengeteg féle van, ezért nagyon nehéz újrahasznosítani. Hát ha az üveg visszakerül jó helyre, ugye? Tehát itt az üveg fontos, újrahasználása hogy az még jobb lépés lenne. Igen. Vagy az üveg... viszed vissza a boros üvegedet, azt kannásba megtöltetem. Igen, műanyag kannásba, tabletásba töltetem. Na jó, érdekes volt ezt így hallgatni egyébként. Tényleg, és ha mindenki kicsit tesz, akkor lehet, hogy ez egy jobb világ lesz. Nyilván azt azért elmondtuk a beszélgetés elején, hogy évjön magában egy olyan szélsőség, amire egy hosszú út után jutottál el ide, ez a befőttes üvegnyi szeméthez 8 hónap alatt. Ennél azért kisebb lépéseket is érdemes mindenkinek tenni. Így van, nem kell sznoblak lenni, nem kell divatmajomnak lenni, de ha már csak ezt a pár, egy-két apró kis lépést megléped, mondjuk hetente egyel kevesebb napon eszel például a húst, már azzal. Hagyjatok már, légy szíves, békén, ezzel is, mert már mindennel bajotok van. Hagyjatok már, melléd áll, és azzal kezdve én is vegetáriánus. Meg ha majd töltsérbe pisülsz, Feri, mert már te is, nem. Onnan tudod valaki, hogy vegetáriánus, hogy azonnal elmondja. Azonnal, ez az első közlési kényszeretek van, érted? Vega vagyok, feminista, harcolok az LMBTQ közösségekért is egyébként. Te, aki nem vagy vega, te gyilkos vagy. Érted? Ez jön belőle. Tehát csoda, hogy fölhúzom magam. Azért elmondom, én is vegetáriánus vagyok, de én nem vagyok térítő vegetáriánus. Köszönöm, feminista is vagy? Feminista is vagy? Persze. Nagy a zászló! Teljesen megvan a karaktered. Belvárosi feminista csajszi, aki egyébként kicsit ökoszorong. Abszolút, és így vezeti le, de ez nem baj, ez jó. Sőt, egyébként adom, tehát nyilván most direkt teljesen tudatosan persze. Kicsit a másik oldalt képviselem, hogy azért nem menjünk be itt a 3-4 óra alatt. De jó, nem véletlen hívtunk meg. Tehát, hogy közben azért reméljük, hogy mindenki érti az üzenetet, az, hogy te itt vagy, azzal az mi egyetemes kommunikációnk kell, hogy így is lehet csinálni. És jársz feminista gyűlésekre? Közben azért. Az ő lakásában elmész azért közben, vagy a te lakásod a szervezet. Én tartom feminista gyűléseket. Ki az, aki nem hozott magának poharat? Közösségekért harcolók, igen. Meleg jogi aktivisták. Évi, nagyon jó, tök jó. Én szerintem erről kell beszélni, aztán mindenki a maga szintjén, ahogy mondtam, ebből annyit tesz meg, amennyit tud. Ha egy pici világosság nyúl az emberek fejében, és valaki tényleg ma már nem úgy nyúl egy termékért, meg holnap tulajdonképpen lemond róla, vagy egy kicsit tesz, akkor szerintem már nyertünk. Köszi, hogy itt voltál, érdekes volt. Nagyon köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönjük szépen. Csáó, köszi, Évi, puci. 9 óra, pontosan jövünk mindjárt a hírek után.
9 óra után 14 perccel itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk. Itt vagyunk, és most jól elmondom erről az egészről a véleményemet. Most már, mi, mikor elmentem? Ja nem. Ne felejtsétek el. Balázs vita van a stúdióban, csak mondom a hallgatóknak. Nagyon érdekes, hát ez egyfajta igen, nem is az, hogy vita, csak kicsit mindenki máshogy gondolkodik erről. A fajta, de most nem Éviről, vagy az ő szélsőségéről, hanem magáról a környezetvédelemről. De hát ezt már nagyon sokszor elmondtuk. Szóval szerintem nem, igen, mi nem megyek bele. De belemeltünk, de nyugodt, belemeltünk. Jó, ez egy tök pozitív, és nem feltétlenül leszünk tőle egyébként szimpatikusabbak sok hallgató számára, mert valaki egyikünkkel érte egyet, valamelyikünk meg a másikunkkal, de ezekről tudomásuk kell menni, hogy ezekről ha tetszik, ha nem, ezekről a dolgokról beszélni kell. Tehát, hogy nem tudsz megnyitni egy portált, nem tudsz kinyitni egy újságot, nem tudsz semmilyen hír a folyamba vagy hírműsorba oda kapcsolni úgy, hogy ne jönne ez szembe veled ez a téma. Ez a pornhábor. Azt mondja, hogy klímaválság, nem klímaválság lesz, hanem klímakatasztrófa van. 3 millió hektárnyi erdő lángol most jelenleg Szibériában. Például. És még 100 ilyet lehetne mondani. 100 ilyen. Azt mondja az egyik ember, hogy jaj, szegény orángután, jaj, szegény tigris, jaj, szegény, hogy hívják, szegény elefántocska, jaj, ki fognak lassan halni, de azért nyakalom nyakra főre azokat a kekszeket, mogyorokrémeket, stb., amik tele vannak pálmaolajjal, amiknek a termesztésért írtják ki azokat az esőerdőket Indonéziában, ahol ezek élnek, ezek a szerencsétlen állatok. Brazíliának egy idióta a jelenleg az elnöke, és ugyanígy sorolom egyébként az Egyesült Államok elnökét is. Nem, hogy csökkentenik az esőerdőknek az írtását, hanem még rárakunk egy lapát. Kit érdekelnek az őshonos állatok, kit érdekelnek az őshonos növények, kit érdekelnek az őshonos indiánok. Na, de az amerikaiak nem döntenek úgy, érted? Az amerikaiak, ezt a példát hoztam fel egyébként, az amerikai Egyesült Államok területének az 50%-án folyik mezőgazdasági termelés és állattenyésztés, és ebből a területből a 70%-on tenyésztenek szarvasmarhákat, mert az amerikai kultúra olyan, és a többin, a fennmaradó 30%-on növényeket, meg csirkét. Igen. Az amerikai annyira ostoba, már bocsánat, hogy ezt mondom, de egyébként így is gondolom, hogy nem hajlandó, azt mondja, hogy ő nem hajlandó hetente egyszer mondjuk csirkéteni, vagy hetente kétszer csirkéteni, miközben a marhahúsnak az előállításához 10-20-szor annyi vízre és takarmányra van szükség, és nem jut el annyi emberhez, mert drágább, mint a csirke. Nem. Mert az ő kultúrájának a része. Az Amerikai Egyesült Államok elnök azt mondja, hogy hol van globális felmelegedés? Hát majd megfagyok, és mindenki, de jó fej. Jó, az oké, azt tudjuk, de hogy az amcsik sem mondanak leérted ezekről a dolgokról, tehát mert ha ő lemondana, akkor már működne a dolog, akkor Trump hiába hülye. Nem? Hát az oké, egyik, a globális egyik a másikból oké. Következik. Na. Érted? És hogyha azt látod, hogy mondjuk egy Bill Gates, vagy Leonardo DiCaprio, vagy egy Madonna, és még lehetne sorolni egyébként világsztárokat, meg nagyon okos, jól is tetted, mert az a jövő. És, a műhúsos Leonardo DiCaprio-s részvény. Figyelj, hogyha ezek az emberek is azt mondják, hogy igenis nagy baj van, és érdemes megnézni a DiCaprio-féle filmeket, amiket vagy a producere volt, vagy vezet az özönvíz előttet, vagy a Plastic Ocean-t, meg ilyeneket, vagy például ott van egy régebbi a brit film. Nagyon-nagyon nagy film, érdemes megnézni. A hülyeség kora, hogy tényleg basszus, a körmünkre ég ez az egész történet. És valaki annyit nem hajlandó megtenni, hogy mondjuk ne vegyen minden egyes zsömléhez, ne vegyen minden egyes paradicsomhoz, vagy burgonyához. Külön lehet már kapni darabonként burgonyát, külön egyedi műanyag csomagolásban. Hogy gyerekek, hát ez... Hát kicsi, a gyerek nem kell egy kiló krumpli elég. Ki mondja már azt, hogy ez normális? Senki. De látod, amíg van rá igény, addig jön a csalogolt burgonya külön. Na. Ha majd nem vesszük meg, és akkor lehet egyébként az Éva félékre, vagy a Tótani félékre, vagy a Bea Johnson félékre azt mondani, ezek az elszállt ilyen, hogy hívják, ilyen ökonácik, és hogy... De nem kell azt csinálni, amit ők csinálnak. Mert az tényleg a szélsőség, és ő is nagyon sokszor hangsúlyozta most. Az már a vég, az a totális véglet. Ő sportot üz belőle, elmondta. Csak a tizedét, a huszadát, valamennyit tegyél. De hát nálunk még az is probléma, vagy az is egy kihívás sokak számára, hogy a szemetet a szemetesbe tedd.
Na, hát látod, alapokkal kéne kezdeni. Aztán Évi megbukott egyébként, egy taxival ment haza. Ennyi. Kész. Rajta kaptuk. Érted. Legalább 3 liter gázolaj. Hallottam. És a szóró abban, ebben az egészben az, hogy ezáltal most sokan felmentve érzik magukat mindenit. Jó, érts benne a viccet. Értem. Csak nem szeretem. És egyébként lehet ezekért a mondatokért, meg lehet ezekért a gondolatokért utálni. Bárkit, engem is, csak utállak. Az a baj, hogy közben meg sajnos az a baj, hogy annak az életmódnak, amit élünk, annak a következmény az, ami most körülöttünk van a világban. Én és szerintem ez nem csak a szeméttel függ össze, vagy nem csak a szemeteléssel, vagy a túltermeléssel, meg a fosszilis tüzelőanyagoknak a használatával, stb. Én nem tudom, én nyugodtabb vagyok ezen a téren, képzeljétek el. Van bennem egy nyugodtság. Mióta három napot megcsináltál az műanyagmentes júliusból azóta. Ha nem lenne gyerekem, akkor lehet, hogy én is nyugodtabb lennék. De nem lesz semmi baj a gyerekeddel egyébként. Nem lesz semmi baj a gyerekeddel. Föl fog nőni. Persze, lehet, hogy elmegy majd a tengerpartra, és szemét lesz a tengerparton. Én szerintem az ember egyre okosabb, az ember egyre több mindennel szembenéz. És én viszont a földet értékelem föl, és az embert le. Szerintem ez a mi egónk mondatja velünk, hogy majd mi megmentjük a Földet, meg majd mi teszünk róla. Szerintem ez nem így van. De mi megmentjük. Mert túlértékelésed. Szerintem igen. Szerintem a Föld sokkal okosabb nálunk. Egy olyan ökoszisztéma működik, ami egyben egyébként rezonál mindenre, ami neked még gondolati síkon is megvan. Tehát már a gondolatodra. Szerintem ez a csomó vihar, csomó őrület, ez mind, nem csak a szénmonoxid meg a műanyag miatt van, hanem egy tudatállapotra való reakció, amivel a Föld együtt él. A mi tudatállapotunkkal. És majd a Föld egyszer úgy dönt, hogy gyerekek, kicsit túlértékeltitek a helyzetet. És most akkor én megrázom magam, és innen elmentek. Mi nem tudjuk megmenteni a Földet. Tudunk azért érted, tenni, de egészen addig ez addig történik, hogy a Föld azt mondja, hogy hagyom, hogy ezt csináljátok velem. És akkor kettőt csinál két ilyet. Szóval én inkább a tudatváltozásban, vagy a tudatállapot változásban hiszek. Persze, fontos fogjuk vissza a műanyagot. Nem ezt mondom, csak azt gondolom, hogy nekem ezzel a kicsit elvont környezetvédelme az a baj, hogy ezt mindig akkor tudom megcsinálni, ahogy egyébként Évi is, amikor jó körülmények között élő belvárosi világlátott olvasott csajszi vagy, mert erre egyébként van időd és energiád. Szóval, hogy ez egy szélsőség, és kicsit sokan úgy tekintenek azokra, akik meg nem csinálják, hogy van egy felsőbb rendűség bennük, akik csinálják. Közben ez egy életkörülmény, hogy csinálhatod. Tehát, hogy 3 gyerekkel küzdesz napi megélhetésért, nem, tele vagy problémákkal, akkor azért a legkisebbb problémád az, hogy most bambuszból van-e a fogkeféd, vagy műanyagból. Tudod? Hát, és ez is egy szélsőség, amit mondok, de azt gondolom, hogy ez mind akkor a kettő van, nem mindegy. Nem, ez akkor tudod megtenni. A bambusz 3-szor annyira drága, és most nem csak a drágaság, hanem amikor igen, na az, amikor azért dolgozom 16 órát, elmegyek, egy gyereket nevelek, iskolába járok, leckét írok, vannak problémáim, akkor lehet, hogy nem most a kimért rizsen fogok szorongani. De ezeknek az embereknek az életében ugyanúgy ott van a tudatosság, ha például abból indulunk ki, hogy ugye nem mondjon annyi pénzből, okay, csak 2-3 gyereked van otthon, megnézed, hogy mit, mennyire igen, veszel. Ez mi, hogyha nem tudatosság. Persze, én ezt adom. Igen, de ott az olcsóságra mész, érted? Azt azért nézed meg, és a bambusz fogkefe 3-szor annyi. És más területen ugyanezt a tudatosságot nem tudod elvárni? El tudod várni? Én csak azt mondom, hogy sokszor ez inkább egyfajta helyzet, amiből meg tudod tenni, de lehet, hogy 3 gyerek mellett naponta tudsz erre figyelni. Nem ezt mondom, én csak azt gondolom, hogy ez pont egy... miatt tükkelőd a figyelmet. Tessék? Pont miattuk. Mindenki miatt oda kell figyelni. Van ez a közszerű mondás, hogy nem a miénk, hanem a gyerekeinktől kaptuk kölcsön. Mármint a Földet. Aha. Hogy tényleg miattuk. Tehát, hogy ha nekem nem lenne a gyerekem, akkor lehet, hogy nem foglalkoztatna ennyire ez a dolog. De engem azért foglalkoztat, mert szeretnék neki egy élhető bolygót hátrahagyni. Tényleg egy olyan helyet, ahol én is jól éreztem magam. És hogy jó volt itt élni, és átélni dolgokat. Érted? Mert ha nem leszünk. Mit? Mert ha nem leszünk, akkor mi van? Mi van? Már hogy érted, nem leszünk? Megállt a magát a Föld, és nem leszünk is kész. Tehát, hogy nem értékeljük túl saját magunkat, hogy húha, tulajdonképpen van ebben egy ilyen önféltés, hogy mi lesz velünk, mi. És tehát, hogy valójában ez mindig is volt. Klímaváltozás, én azt hiszem, hogy volt. Az, hogy évmilliók alatt egyébként beálltak szélsőségek, ezt a Föld mindig elrendezte. Most egy kicsit még itt kizsákmányoljuk. Ez most dől el, szerintem a két irány az most bontakozó. Én nem hiszek a reinkarnációban, nekem egy életem van, és a gyerekeimnek is szerintem egy életük lesz, és szeretném, hogyha ha megélhetnének, és pozitív élményekkel gazdagon élnének meg egy életet, és nem pedig menekülnének egyik helyről a másikra, mondjuk a meleg elől, meg küzdenének mondjuk az ivóvízért, meg minőségi ételért. Én nem hiszek a reinkarnációba. Oké, ezt is adom. Szerintem ez még mondjuk a mi gyerekeinket annyira nem érinti.
Tehát, hogy nem gondolnám egyébként, de ez nem mentesít a felől, hogy tegyek érte. Egyszerűen csak... Hát, de várjál, tehát... Én ezt egy picit pozitívabban látom. A világnak tehát, számtalan olyan pontja van, ahol egy pohár tiszta víz is egyébként van, kincsnek persze, számít. Abszolút. Azért nem érint minket, mert itt érünk Európában, mert van, igen, és mert a Kárpát-medencéből a szempontból egy jó hely. Mi lesz, hogyha megindulnak azok a tömegek egyébként Európa felé, akiknek viszont tényleg kincs az egy pohár tiszta víz. Szerintem ez is szerinted megállítja őket bármilyen kerítés? Nem állítja meg őket. Ez is valójában elkerülhetetlen. Meg fog tenni azért, hogy életben maradjanak a gyerekei, meg hogy ő életben maradjon, adott esetben azt is, hogy elveszi tőled. Ez is elkerülhetetlen. Azt gondolom, hogy azokat a problémákat egyébként pontosan ott kellene próbálni megoldani, hogy ne induljanak el. De az is ebben, aki ezt mondjanak, nem volt több víz, eddig sem volt több víz, kevesebb ember volt. Ott mondjuk egy csomó olyan hely hogy van. Hogy ne lett volna több víz. Dehogy nem. Hát az elsivatagosodás, meg ugye, jó, nyilván a háborúk miatt rengeteg olyan hely van, ahol nem folyt normális öntözés, nem folyt mezőgazdasági termelés, stb. De hát a világban már vannak egészen konkrétan fegyveres konfliktusok azért, mert nincs mit enniük, meg nincs mit inniuk. Érted? A másik meg az, hogy én szerintem ez a probléma, hogy valaki azt mondja például, és valaki azt írta nekem, hogy hol akarod megállítani, ami nem igaz. Tehát amikor valaki nem hiszi el, miközben egyébként egy tudományos konszenzus van erről, a világ összes normális koponyája, az összes tudós megegyezett már abban, hogy ez tény, hogy a globális felmelegedés egy tény, hogy nézzél meg képeket az Araltóról, nézzél meg képeket a gletszerekről, nézd meg, hogy gyakorlatilag hétről hétre, sokszor megtörtént már, és ezt a föld valójában rendezte a szarabb ügy, hogy most mi itt érdekelünk rajta. De ha a föld úgy dönt, hogy ne legyünk, akkor meg a föld úgy döntött. Szerintem ez most egy döntés, ez egy tök izgalmas élethelyzet. Hogy valójában fel lehet ezt fogni úgy is, hogy itt 50 év múlva mindennek vége, de fel lehet fogni úgy is szerintem, és engem az embernek a tudatállapoti kísérlet érdekel ebben. Megugorjuk-e ezt a dolgot, és ha elbukunk, az sem baj, annyiszor buktunk már el, meg annyi kultúra, meg civilizáció bukott már itt el. Ezzel sem lesz baj, ha az emberiség eltűnik. Egy fertő, ami vagyunk. Tűnjünk el. Okay, nincs vele baj, bárhova, ahova belépünk, csak fertőzünk, zabálunk, fogyasztunk, tönkreteszünk, feléjük, de túlértékeled magad, ha attól félsz, hogy nem leszel, mert akkor nem leszel, ez csak az egódbeli fél, akkor nem leszel. Akkor a föld úgy dönt, hogy gyerekek, ennyi volt, elrontottátok, kezdtek mindent előre. Mi van, ha nem vagyunk? Nem saját magunkat értékeljük túl, és féltjük túl magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy egyébként nem vagyunk, elbuktunk, nem leszünk. Valójában most dől el a következő 100 évben, vagy felemelkedünk, de szerintem az egy spirituális felemelkedés kell, hogy legyen. Egy tudatállapotbeli változás, vagy elbukunk, és egy nagy tűzbolygó leszünk, és megyünk mindannyian a francba, de akkor sincs semmi baj, mert akkor maximum elbuktunk. Igen, csak az az 50 év, amíg elbuksz, azért az nagyon kemény lesz. Meg itt megint oda térnék vissza. Benne van, hogy az éhezés... Nem lesz kemény. Szerintem lesz egy pont, amikor ez nagyon gyorsan történik majd meg. Nagyon gyorsan. Az egyik állapotot én vázoltam. Én nem vagyok, nem hiszek az újjászületésben, nem hiszek a reinkarnációban, szerintem egy életünk van, ezt kell teljesíteni, ezt kell megélni úgy, ahogy van, és lehetőleg minél több pozitív élménye. De ha meg azt mondom, hogy én hiszek a reinkarnációban, meg én hiszek a buddhizmusban. De ez nem reinkarnáció függő. Akkor nem nyugodtan gondold át azt, hogy te nem teszel meg, hogy igen, hogy ez a legközelebb. Most a következő leszületésed, nem beszéltem. A következő leszületésed az milyen formában fog történni? Ez nem reinkarnáció függő. Mert akkor... amit nem tettél meg most, annak a következménye lesz a következő újjászületésed, ha meg ebből indulunk. Nem, ez nem reinkarnáció. Most ebben nem keverem bele a reinkarnációt, ez nem egy hitbéli dolog szerintem. Tehát én nem azért nem félek attól, mi van, ha nincs emberiség, mert kapunk egy új lelket, vagy ugyanazon lélekkel, majd akkor inkarnálódunk máshova, és szerintem túlértékeljük a saját szerepünket, és attól félünk, hogy mi van, ha nem leszünk. Hát akkor elbuktunk. Szerintem ez egy nagyon izgalmas korszakkal most vagyunk, hogy megugorja ezt az emberiség, és megtörténik egy kvázi felébredés. Nem fogod vagy megtudni, nem. Vagy és igen, közben vagy vannak nem. Jelek, hogy valójában történik, és vannak jelek, hogy közben itt van a káosz. És most csapnak össze ezek az erők. És az de nem ez a felébredés? Nem ez a felébredés? Éva felébredését inkább mondanám egy kicsit, igen, szélsőség, de ez egy jó dolog, a felébredés szerintem ezzel ezt a folyamatot, ami zajlik, nem tudjuk megállítani, a 3 millió évvel lenne, se tudnánk megállapítani, mert nagyobb erők csapnak össze. De 100 millió már tényező lenne. Hát egy csomó 100 millió is tényező lenne, igen, de megmondták, hogyha most abba hagyjuk, és eltűnik az ember, és nem bocsátunk ki semmit, akik 80-100 év, mire egyáltalán ez a felmelegedés, ez elkezd lassulni. Tehát, hogy persze, ehetek én bambuszfogkefével, és csináljuk, és gyűjtsük szelektíven, ennél szerintem itt nagyobb léptékű lábnyomról van szó. Szerintem meg én filmeket... hiszek az emberiségben, és azt gondolom, hogy igen, meg fogja ugrani. Én nem vagyok ennyire pessimista, az ember egy okos. Ráadásul a túlélő
válaszol, ami téged is motivál, hogy valahogy túlélni, valahogy megakadályozni azt, hogy elpusztuljunk, azért az mindig nagyon nagy tettekre sarkad bennünket. Szerintem ezt is meg fogjuk. Figyelj, én nem tudom, szerintem most van a káosz, le fog ezt tisztulni. Én nem szeretem az olyan filmeket, amiknek nem tudom a végét, hogy... Tehát, hogy nem szeretem, amikor mert van egy kérdés ott van, de csak a kérdésre nem kapok választ. Márpedig erre a kérdésre nem fogsz választ kapni, hogy ezt megugorja az emberiség, vagy sem. Hát ez mert csak te már nem fogsz megélni. De jó, na ez már egy hitbéli vita, hogy erre kapok-e választ, vagy nem, vagy egy meggyőződésbeli vita. Szerintem nem kapsz rá választ, hiszen meg fogsz halni. Igen, lehet, hogy meg fogok halni, de hiszek a gyerekeimben, hiszek az ő gyerekeikben, és azt gondolom, hogy igen, na ez most egy szerintem tök izgi korszak. Hogy valójában meghaladjuk el saját tudatunkat, és létrezünk olyan dolgokat. Mi van, ha 15 év múlva ezt egyik pillanatról a másikra úgy oldjuk meg, mert olyan dolgokat kezdünk el létrehozni. Az elmúlt 100 évben a technika szempontjából több dolog történt, vagy az elmúlt 50 évben, mint az elmúlt 1 millió évben. Olyan szinten gyorsulunk, ezért tartunk itt. Hogy lesz egy pont, ahol ez egy kényszer hatására teszik meg. Azért keresünk lakható bolygókat, ahol az emberiség egyébként élhetne, illetve túlélhetne, mert ezt tönkreteszünk. Tévedés lenne, az emberiség át tudna menni egy másik bolygóra, bármilyen hadvezér, bárki bárhova betette a lábát, nem csinált más, csak pusztított, csak ölt. Okay. Ha megnézed Dél-Amerikát, ha megnézed Cortezt, ha megnézed mindenki, csak minden mindig tönkretett. De mégis érdekel, hogy van-e víz a Marson, vagy sem. Egy magasabb kultúrát lerombolt egy alacsonyabb rezgésszámú létező kultúra. De nem férünk el. Nem, azt akadályozza meg, ha a bolygónak van esze, megakadályozza, hogy az emberiség áttegye egy másik bolygóra a lábát, mert valójában akkor nem lenne igazi ugrás, ugyanezt csinálnák. De nem látod ellentmondás, nem érdekel, azt is megfertőzni. Hogy az nem érdekel, hogy Afrikában van-e víz, de az érdekel, hogy van-e a Marson. Nem? Ezek az alapvető ellentmondások, hogy nem az, hogy egy élhető, egy működő bolygón, ahol minden lehetőség megvan ahhoz egyébként, hogy hosszú távon meg fogjuk oldani. Szerintem meg fogjuk oldani. Mi kifele kacsingatunk a világűrbe. Miért? Mert az embert mindig ez vonzotta, mert miért az embert mindig ez vonzotta, hogy mi van körül. Miért ne költenénk, ez egy naív felfogás, miért ne költenénk? Azért, mert Afrikában nincs elég víz, attól miért ne költetnénk az űrkutatásra? Én ezt értem, de az emberiség azért önmagában... Mi meg azon gondolkodunk, hogy ez kicsit naív hozzáállás. Jó vágású, jó képű, jól öltözött asztronauták beszállnak egy űrhébe, és akkor elmennek a Marsra. Miközben azok nyomorultak meg a téhen pusztán. Mert a múltadat is. Valójában túlértékeljük a saját szerepünket alapján, hogy mi lenne az univerzumban, ami végtelen és milliárdnyi galaxis van, az emberiségnek nevezett valami eltűnne. Tudod mi? Semmi. De nem az galaxis érdekel, én érdeklem eltűnne, saját magam meg a gyerekem. Egy önmagát csak biomasszaként reprodukáló, önző, egoista, mindenkit tönkretevő, megfertőző, birtokolni akaró fura lény, ami nem tett mást a földdel, csak legyalulta. Ez kívül, mi lenne mi lenne valójában eltűnik? Tudod mi? Semmi. Szerintem az univerzum felélegezne, hogy egy nagyon gyilkos, gombamód, szaporodó faj egyébként eltűnne. Fújjunk egyet. Jó, tönkretettek egy bolygót, jó, azért de kár. Most kívülről de igazából önmagában az emberiségért nem akkora kár. Sajnos elbuktatok, srácok, valahol újra kezdhetitek. Na most vagy emlékeztet rá, hogy egyébként te is ennek a fajnak a tagja vagy. Igen, te is ennek a fajnak a tagja vagyok az emberiségről. Nagyon-nagyon rossz véleménnyel vagyok. Magadról. Nem gondolom. Is. Igen, mindenkiről. Igen, magáról az emberiségről. Hát ennek, persze, ennek is vannak kivételek, nem gondolom, hogy vannak kivételek, vannak lakóponyek. Ugyanúgy okozója vagy, ugyanúgy ennek az egész történetnek te is a része vagy. Így van. És ugyanúgy, ez egy közös bűn. És igen, és ezt közösen isszuk meg majd a levét. Érted? Tehát ezt nem kívülről nézed. Kicsit olyan az álláspontod, mint hogyha kívülről néznéd ezt valami űrállomásról hátradőlve tényleg a foteledben, de nem, velünk együtt fogsz te is szívni. De mi a szívás? Mi az, hogy meghalok? Nem lesz víz. Igen. Ez szívás, hogy nem vagyok? Nem, nem, csak az odáig vezetünk. Ha csak egyszer egyik pillanatra a másikra nem történik meg. Lehet, hogy nem 100 évig tart, paf, egyszer csak, mondjuk, ha így megtörténik. Nekem nem szívása nem vagyok. Hát érted, szerintem azért jobb ágyban párnak közt 80 évesen egészségesen meghalni, mint hogy kirángassanak az autódból egy autópályán. Érted? És mit okay, most nem arról beszélek, hogyha nézem a tüzeket Kaliforniában, Görögországban, tehát ez senki ne értse fél, én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy izgalmas a korszak, hogy most vagy megugorjuk, vagy elbukunk. És szépen lassan közeledik a döntés. Na de csak úgy tudjuk megugorni, ha te is ezt csinálod, meg én is, érted? Úgy kezeled az egészet, mint egy kívülálló. Jaj, abba kell hagynunk, Zsülci elaludt, berohant, abba kell hagynunk, mert levágja a tökünket. Jövünk mindjárt élek után. 3:10 lesz pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Gyerekek, ennyi SMS hozzászólás, kinek van igaza, ki mondja rosszul, ki hogy gondolkodik. Ez érdekes dolog. Igen, rajtunk bármit számunk kérni, hogy gondolkodunk, amikor egy óra alatt hívunk egy olyan lányt, aki szerintem sokak fejébe tud fénygyújtani, szóval azért ez is érdekes, hogy igen. Kiben hogy csapódik le, kinek és milyen véleménye. Hát gyerekek, mi olyan vendéget hívunk be, amit mi szeretnénk, ráadásul, ha mi behívjuk és jónak gondoljuk, akkor azt meghallgatja másfél millió ember, szóval nem is a vendégre vonatkoznak a kérdések, hanem hogy
Tulajdonképpen mi hogy gondolkodunk? Hát a vendégeink tükrözik a gondolkodásukat. Igen. Az, hogy közben nem érdekelne bennünket, nem hívnánk be. Szóval más fokon, de egyetértünk. Meg minden egyes kinyilatkoztatás egyébként az utóbbi néhány percben is, amikor beszélgetünk egymással, vagy egy picit azért nyilván egy kicsit indulatos, nem felfokozott a lelkiállapotban voltunk, én így mondanám. Nem az a lényeg, hogy együtt egyet értsél velünk, hanem ha elindítunk valamilyen kis gondolkodásmódot, vagy egy adott esetben egy egészséges, értelmes vitát a dologról, vagy vélemény ütköztetést, azt szerintem az egy jó dolog. Ezekről beszélni ezek a dolgokról, csak ezt a struczpolitika az nem vezet semmire. És lehet egyikünket szeretni, vagy a másikunkat után, vagy pont fordítva. Ez van. Akinek nincsen ezzel a témával kapcsolatban véleménye vagy gondolata manapság, az nem tudom, hol él. De jó, semmiségének, Bali, remélem a fiat szégyelni fog mondataidért, amikor az unokádat nem viheti már a napra. Igen. Biztos, hogy szégyelni fog, igen. Én minden meg is teszek, hogy szégyelni. Én ezeket kiírtam az összes ilyen mondatodat, és átadom Beninek, hogy nagykorú lesz. Igen. Ki lehet ragadni mondatokat abból, amit mondtam, de lényeget tessék meghallani. Na, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Ádám vagyok. Hello, ciao. Mi újság, Ádám, honnan hívtál minket? Kőszegről éppen reggelizünk, vagy hát ilyen reggeli szünet van. Apuék cégében egy picit besegítek, szabadságon vagyok, és így vagyok pluszba. A óriási szabadság, hogy egyébként a paternak dolgozol. Nem húztál a gyárba. Nem rossz. Ja, élvezem a nyarat. Nagyon jó, tehát kis szabi kis munka. Oké, Ádám, merre vagy helyileg, hol hallgatsz minket? Kőszegem. Kőszegem. Oké, na itt szól az első kérdés, így, milyen állat a Lecsó című animációs film főhőse? Ez egy patkány. Így van. Hát ez egy patkány, hát ez jó az a Lecsó, ugye? Jó, patkány, a Lecsó. Nem rossz a rajzfilm, se meg a létása. Menjünk tovább, Rádió 1-es tornazsákért, így szól a második kérdés, ha akarod. Persze, azért írtalak titeket. Melyik ókori nép hitvilágában volt főisten Jupiter? Jupiter a római. Római? Na, te jó, persze római. Na, és akkor a harmadik kérdés, az egy bögre, egy balázsikos bögre. Igen, egy témakört kérdezhetnék, hogy kb. Hogy mire számít. Ne legyél kis hitű, tudni fogod. Én fogom. Igen. És mi a harmadik sport kérdés? Sport? Hát tudod, abban jó vagy, Ádi? Jó, ha nem magyar foci, akkor szerintem menni fog. Sport? Mondom, sport. Ja, bocs. Hány aranyérmet nyert a magyar úszócsapat a Kwangju-i világbajnokságon? Uha. Nem könnyű. Két szám között. Átban. Egy ember kettőt is annyit segítünk. Öt. Ej, de jó van! Így van, nagyon szép. Igen, nagyon királyos voltak. Nem is kell a segítség. Oké, küldjük akkor. Jó? Jó, nagyon szépen, köszönöm. Köszi szépen. Egy szép kis ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgat. Balázsikos ajándékcsomagot küldjük. Köszi, neked. Szép napot nektek, srácok. Sziasztok. Csáv, jó munkát a Szabin, szia. Hello. Hello. Na jó van, gyerekek, érdekes hozzászólások, érdekes SMS-ek, hát még órákig tudnánk ebből szemezgetni. Régen több komolyabb témánk volt, vagy többször csináltunk ilyen kicsit vitatkozós reggel, de én szeretem. Rohadjál meg a B-turboddal együtt, írja valaki. Azt mondja, Jani totál nem érti, amit Bali akar mondani, ez hihetetlen. Szörnyű. Másfajta meggyőződés, vagy másfajta szempontok számítanak, de... Helyek közel. Melyik részében értem az egyet? Én mondom, én hiszek magunkban, és talán azért nem vagyok hajlandó rossz, borzasztó ezeket a képeket látni. Az ember így is szorong egy csomó mindenen, ezen is szorong, csak közben azért én azt gondolom, hogy valahogy ezt is meg fogjuk ugrani. Én szerintem ez pont egy pozitív életszemlélet. Én hiszek magunkban, hiszek az emberiségben. És hiszek abban, hogy ez most egy nagy feladat, és két irányba mutat, vagy elbukunk, vagy megoldjuk. Most a Föld fog minket választás elé állítani. Eddig örültünk, éltünk, nyaraltunk, utaztunk, jöttünk, mentünk, kihasználtuk, ennek egyszer meg kell fizetni az árát. Vagy felébredünk, vagy megyünk a levesbe. Ennyi. Én ezt így gondolom. Na, de a felébredésben te is benne vagy. Ebben mindenki benne van. Ebben egy, ez egy közös tudatállapot lesz. Igen, abszolút.
Én csak az, én egy racionálisan gondolkodó ember vagyok, és azt gondolom, hogy a tényekkel nagyon nehéz vitatkozni. Tehát, hogy amikor hőmérsékleti csúcsok dőlnek meg, aki vitatkozik ezzel, hogy nincs, ez szerintem az egyikünk sem. Hát ezt nem mondjuk, hogy ez nincs. Hogy nincs. Nem mondjuk, hogy ez nem baj, hát dehogy nem, mind óriási baj. De ott az eszköz a kezünkben, vagy ott vannak az eszközök, amikkel ezt, ha nem is megakadályozni, de legalább lassítani lehetne. És még, tehát, hogy azt érzed, hogy mégsem. Tehát akkor majd akkor 2030-ra majd ezt csináljuk, majd 2050-re majd ezt csináljuk, majd két év múlva majd betiltjuk a műanyag. Miért nem lehetne ezeket meglépni, ezeket rögtön? De tényleg nem akarok belemenni, mert ráadásul tudom, nagyon jól egy csomóan értik, hogy miről beszélek, vagy mire akarok kiutalni, mert nagyon sok intelligens ember van a hallgatóink között, például Zoli, a törpétől vegyétek el a mikrofont, aztán jöhet a fingós téma. Pedig abban Jani jó. Én értem, de nem lehet minden reggel fingani. Higgyetek, van így is elég. Végig fingottuk a hetet. Így van, de nagyon örülök neki, Szóli, hogy te is közénk tartozol. Nem, de gyerekek, tudjátok, hogy amit szeretnék... Mindennek megvan a helye. Ez most nem a fing helye. Ja. Na jó, kiengedhetnétek a különbözőt, hogy helyre billent. Így most így a világrendje helyre állt. Helyre billent az csak mondom egyébként, hogy a fing is hozzá tartozik globális felmerek. Ja, és bocs, ne fingjatok. Igen, van, igen, jó? Ne fingjatok. Vagy legalábbis ne metánt. Párologtassunk. Ha, gyerekek, na, be Julival beszélgettünk korra reggel, végre pontot tehetünk az ügy végére, hogy szép vagy nem szép. Juli regisztrált egy oldalra, ahol a szépek döntenek arról, hogy bekerülhet-e a szépek táborába, vagy nem. A szépek táborába, vagy nem, hosszú napokon keresztül ment a hercegurca. Ma megtudtuk a végeredményt, ugyanis az adminok jeleztek, és megszületett az ítélet, hogy döntöttek a szépek, befogadták Julit, vagy kidobták az oldalról, hogy nem vagy elég szép, nem vagy közénk való. Bármilyen fura, ezt is megértük, hogy létezik egy ilyen társkereső, ahol a bent lévő szépek döntenek az újonnan érkező tagok, hát hogy is mondjam, tagságjáról. Jöhetsz, nem jöhetsz. Mi szépek, eldöntjük. Julit megmérettettük, és hát... Hogy milyennek ezen, találtatott, az milyennek majd találtatott, eldől, mindjárt hogy kiderül. Könnyűnek találtatott, vagy nehéznek. És vendégünk volt Éva, aki az Zero Waste mozgalomnak, vagy irányzatnak egyfajta magyarországi képviselője. 8 hónap alatt egy befőttes üvegnyi szemetet gyűjtött össze, ami azért egy hosszú eredménye. Tehát nyilván nem így kell kezdeni, minden esetre szerettünk volna mutatni egy ilyen utat is, hogy aztán elkezdjék néhányan, vagy kedvet kapjanak, vagy éppen felháborodjanak a kormány mögött, hogy micsoda szélsőség, és kikérik maguknak, mert másra sokkal kevesebb idejük van, nem, hogy erre... Unatkozó hipster csajért. Ne, igen, unatkozó, igen, persze. Feminista, belvárosi, jómondú kis csaj, aki ezt megteheti, mert van rá ideje. Mi mindig csak mutatunk, vagy bemutatunk embereket, meg mozgalmakat, meg irányzatokat, aztán nektek kell eldönteni, hogy ki merít, mennyit merít az életébe, vagy mennyit vesz át. Évi minden esetre jó dolgokat mondott, úgyhogy már is megmutatjuk újra. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Elhiszed, hogy nem tudok belépni az oldalra? Nem, már arról is kitiltottam. Na jó. Komolyan. Ennyire ronda vagy, hogy már be se tudsz lépni? Én nem tudok. Azt írja, hogy hibás belépési adatok. Érted? Megpróbáltam már három mindenféle oldalról belépni, nem sikerül. Első körben nem volt elég nagy a felbontása a fotómnak. Majd felraktam egy elég nagy felbontású fotót, tegnap sikerült belépnem, még 5 óra volt a szavazásból, de hát erősen úgy tűnt, hogy nem fogok bekerülni az elit körbe. Tehát a szépek nem fogadtak be valószínűleg, és ma már nem is tudok belépni. Tehát azt mondja, hogy hibásak a belépési adatok, pedig hát ugye elvileg be tudsz lépni, hogy megnézd, hogy nem vettek föl. De nem lehet, hogy Miró meghekkelt valamit? Tehát éjszaka ott üldögélt a gép előtt, és Miró, igen, Miró meghekkelt valamit, hogy üldögélt a gép előtt, és valahogy megpróbálta ezt a dolgot, egy kicsit így átírta a jelszavadat. Hát azért drága Miróm sok mindenhez ér, de én küldök helyette e-mailt is, tehát hogy azért, hogy neki nem nagyon megy a hekkelés. A digitális forradalom még nem ért el? Nem. Szörnyű, kétségek között vergődök. Biztos, hogy nem ilyen hülyék, hogy most hallják, hogy erről beszélünk, és akkor téged kihívnak. Hát de látod. Hát vagy akkor a reklámot csináltunk nekik, most kicsit feltorlottak a dolgok. Igen, az elbírálás, hogy mindenki oda akar belépni. Egy izzadó IT is egy ilyen kockás mellében üldögél. Aki technikatanár. Technikatanár, igen, balra-jobbra húzogatja az embereket, szép vagy, ronda vagy, és te még nem értél oda, mert annyian vannak. Hát pedig ez jó lett volna, ha rendesen kitiltanak egyébként. Igen, szerettem volna látni az elbocsátó szép üzenetet. Hát jó, sajnálom, megnéztem volna magát a szavazás, hogy lök ki magából ez a nagyon elit kör. Most már írják a hallgatók, hogy törlik a regisztrációt, mert nem lettél elég szép, ugyanígy jártam én is, írja a következő hallgató is. Ja, értem, tehát maga a regisztráció törlése egy szomorú elbocsátó szép üzenet, hogy nem vagy elég szép. De hát még arra sem veszi a fáradtságot, hogy kül. A nyitó oldalon ott van,
ne aggódj, ha nem sikerült. Attól másnak még tetszett. Én ezt értem. Majd valaki összekukáz valahol, ne add föl. Ez ilyen klasszik ghosting, nem? A pasi, aki eltűnik, utána még fel se hív, és utána kinyomja a telefon. Tehát, hogy legalább annyi tartás lenne bennük, hogy még utoljára be tudsz lépni, és ott van egy ilyen szomorú, ilyen kis smiley, legörbülő szájjal, és azt mondja, hogy nem vagy elég szép, na hát nem vettünk föl. De lehet, hogy még... az egyik admin írja valaki, és ebben igaza van. Igen. Próbáljátok ki a gyűlöllek Balázs jelszót. Azzal mindenhova bejutsz. Igen, szerintem azzal benn vagy egyébként, teljesen egyértelmű. Hogy felsohagy. Én nem megyek fel egyébként már. Ez állítólag e-mailt küldenek. Néztél e-mailt? Néztem e-mailt, de nem jött semmi. De várjál, kéretlen, spam, nézd meg azt is. Na most mindjárt átnézem azt is, de szerintem de nem. De amatőr, hát meg kell nézni a kéretlenedet, ha kapott valamit. Persze, csak azonnal okos a Gmailed és bedobja a kéretlenbe, mert azt hittem, hogy valami olyan történet. Nem nézi meg a kéretlenet. Milyen amatőr? A szavazás befejeződött. A tagok szavazatai alapján sajnos nem jutottál be a pont-pont-pont oldalra. Elképzelhető, hogy csak a fotón nem volt az igazi, például rossz minőségű volt, nem látszott rajta az arcod, vagy éppen nem a legelőnyösebb szögből készült. Regisztrációdat hamarosan töröljük. Ha szeretnéd egy másik fotóval újra megpróbálni, kérjük, regisztrálj újra erre az oldalra. Ugyanakkor ne feledd, hogy a jó fotó nem minden. Ha nem választanak bele erre az oldalra, az nem azt jelenti, hogy kisebb eséllyel találod meg a párod, ha mégis inkább más társkeresőn próbálkozál, nézz körül egyik oldalon, és válasz ki Magyarország legjobb társkeresők közül a leginkább hozzád illőt. Mi megfejtettük, átirányít egy másikra. Egy másikra. Átirányít ahol egy másikra. Regisztrálsz. Kirúgtak. Aki. Kitettek. Juli, megmérettettél, és rondának találtattál. Igen. Az, ha felküldtek egy új képet az új hajamra, ne akkor még fölvesznek. Addig próbálkozunk, addig filterezünk, addig fotózunk fürdőruhában, naplementébe, Balatonnal, Hekkel, nem tudom, Palacsonnyal. Amiben nem kerülsz. Újra próbálkozunk egy meghekkelt fotóval. És kérünk szépen, hogy az übermensch.hu se próbálkozzál, azt is mit csinálj. És lehet, hogy vannak ilyen visszatérő lelkek, akik újra és újra és újra próbálkoznak egy új fotóval, egy új képpel. Biztos vagyok benne. Hát ez olyan pofon sok ember egójának, hogy ő nem fél, na majd én megmutatom. És akkor kicsit rábarnul, és akkor kicsit rászólízik, igen, igen. Nem vagyok szép, de társat akarok, .hu oldalra tudsz regisztrálni, mint írják a hallgatók. Láttál, hallottál valamit? Vagy ez mindig is motoszkált benned, hogy hogy lehetne segíteni a földön, mit csináljunk, és akkor a nem kérek nylon szatyorból elindult valamilyen hosszabb út. Tulajdonképpen ez azzal kezdődött, hogy láttam egy videót egy lányról, akit Lauren Singernek hívnak. Ő most már 5 éve gyűjti a szemetét egy befőttes üvegben, ami jóval kisebb, mint az enyém, és még mindig nem telt meg. Ez okozott egyfajta szorongást? Vagy... Igen, van is erre egy kifejezés, az ökoszorongás. Ökoszorongás, ami... abszolút, igen. Persze. Mögött, igen, lehet, hogy ez is állhat, igen. Ami elindítja az embert. Igen, és korábban nálam a környezettudatosság nagyjából abban merült ki, hogy környezettudatos tisztítószereket vásároltam, vagy környezetkímélő tisztítószereket, amik szintén műanyagcsomagolásban voltak, úgyhogy ez elég fals szerintem. És aztán minden egyes alkalommal, amikor elfogyott valami a háztartásunkban, akkor azt lecseréltem egy olyan dologra, tehát megvártam, hogy elfogjon az a valami, megvártam, hogy kiürüljön a sampon, megvártam, hogy elfogjon a fogkrém, és akkor újra és újra ki kellett találnom dolgokat. Te azzal is el, hogy le kellett mondanod bizonyos dolgokról, tehát rájöttél, hogy van, ami nem kapható csomagolás, és akkor azt mondod, hogy azt inkább nem, vagy ez semmiféle nem lemondással nem jár, és most már tudod, hogy mindent hol tudsz megvenni, vagy amire szóval szükséged van. Úgy kezdődött ez, hogy mi leültünk a párommal, és írtunk egy listát arról, hogy mi az, amitől nem vagyunk hajlandóak megválni, mert annyira szeretjük, és annyira nélkülözhetetlen eleme az életünknek. Mi volt a listám? Hát a párommalnak az első a listán, ez a Túró Rudi volt, és én szegényt nem akartam megvonni ettől, hiszen ha ő ennyire szereti a Túró Rudit, és ez a kedvenc édessége. Ezért most bejár üzletekbe, és ott teszi meg. Szerencsére az egyik csomagolásmentes boltban lehet kapni Túró Rudit. Gramra kimére, vagy mesztelen rudikot ülnek, mint a kókuszgolyók a cukrászdában, és akkor ott... Igen, és saját dobozba belepakolják, darabszámra lehet venni, és ugyanolyan finom, mint a rendes Túró Rudi. Neked egy átlagos bevásárlás, oké, mivel jár? Mit viszel magaddal? Elsősorban vászonszütyőket. Tehát van egy szatyrod, hogy ne kelljen szatyrod kérni. Van egy vászonszatyrom nyilván, nem egy, hanem általában mondjuk 2-3-at viszek magammal. Hogyha mondjuk egy heti nagy bevásárlásról beszélünk, vagy 2 heti nagy bevásárlásról, azért mi csak ketten vagyunk, azt is hozzátenném, hogy mi ketten vagyunk, meg egy kutya, tehát hogy nincs gyerek, meg
tehát hogy csak ennyien élünk ebben a háztartásban. Tehát akkor viszek magammal néhány vászonszatyrot, és akkor utána vászonszütyőket, kisebb méretű vászonszütyőket, ebből is van több méretű, tehát van, amit a kenyérnek viszek, van, amit a kisebb dolgoknak, amit kimérősen veszek, tehát mondjuk rizs, bulgur. Zöldségek, mondjuk azt is gondolom. Zöldségek. És ezeket üvegbe beöntetett, tehát ezekbe beöntött üvegbe. Mint hogy veszel rizst, elviszed, és akkor... Hát otthon vannak üvegeim, és akkor abba beleöntöm, és abba tárolom őket természetesen. Hogy veszel WC-papírt, vagy hogy veszel fogkrémet, vagy a tusfürdőt elviszed, előre ki van mérve kis üvege. Elhoztam egy csomó mindent, hogy megtudjak nektek. Mutass egy-két dolgot, hogy mit hoztál. Évi előtt egy vászontáskát, a jól megszokott vászontáska. De ezt te csinálod már például a fogkrémet otthon? Fogkrémmel az a helyzet, hogy egy darabig csináltuk, ez tulajdonképpen szódabikarbónából. Szódabikarbónából és a barátodon kísérletezte. Kókuszsírból. Saját kezdőleg csináltunk otthon fogkrémet, jó darabig használtuk. Nekem egyébként bejött, nem sercegett a fogam alatt a szódabikarbóna, engem egyáltalán nem zavart. A páromnak egyetlen kifogása volt ezzel kapcsolatban, az még pedig az, hogy nem habzik. És hogy megszoktuk azt, hogy a fogkrém az habzik. Oké, mi van az ilyen csajos dolgokkal? Ugye nagyon sokan kérdezik ezt, és ezek legpraktikusabbak. Amit egy nő használ, ugye különböző nehezebb, meg könnyebb napokon, meg nem tudom, azt is, hogy az ember beszerzi, vagy... Be lehet szerezni, vagy el is lehet készíteni egyébként. Na, nem mond nekem, hogy kis ollócskával vágod, és egy akkor... Egy barátnőm készítette nekem. Tehát ez mint amit a szárnyas betét, kvázi tulajdonképpen vászomból, amit aztán az ember kimos, és akkor újra használ. Most bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek, csak a praktikus dolgát is kérdezem, hogy... Persze, nem, egyébként ezek nagyon érdekes kérdések. Mert ugye hát a nőknél termel ezzel szemetet. És nem csak, hogy termel ezzel szemetet, de még egészségtelen is, és drága. Aha, az anyáink így nőttek és fel. Anyáink így nőttek fel. Akkor egy vászon, egy vászon történet oldja meg a dolgot, ugye? Ami alakra egy, ez egybe olyan, mint az egyszer használatot. Hát mint régen a vászon pelenkák, ugye? Hát mekkora ökológiai lábnyoma több millió gyerek. Hogy össze lehet kapcsolni a ruhaneműn, és akkor... És akkor egy betét formája lesz. Igen. Mi van most bennem, azt mondjátok meg. Mi van most bennem? De nem is ez a lényeg. Szerintem nem is biztos, hogy akarnék eljutni. Tehát ez nekem egy nagyon erős szélsőség. Nem, de hogyha 3-4 dolgot vagy 5 dolgot lecserélsz a háztartásodban, vagy esetleg megfigyeled azt, hogy mi az, amit napi szinten kidobsz, és lehet, hogy tudnád nélkülözni, vagy le tudod cserélni egy újra használható alternatívára, teszem azt mondjuk a PET palackot esetleg egy újra használható kulacsra, akkor azzal már rengeteget tettél. De nem látom, kell. Hogy az én csomószor bemegyek egy benzinkútra, és iszom fél liter vizet műanyagból, akkor mindenki menjek be mosdóba. Kérd meg esetleg a benzinkutast, hogy töltsenek neked egyiket. Öntsát! Hogy az ő sara legyen! Légy szíhoz egy hidegmentes vizet Balinak, és öntsd rá gyorsan az üvegen. Nagyon jeges, senki nem akarok szemetelni. Ő volt az, menj a pokorra. Légy szíves, jó? És két jeges, tehát a gyerek nagyon borzasztóak lesznek, ha üres kézzel megyek vissza a kocsit. De töltsd a szájukba! De hogyha mondjuk valahol van vízautomata esetleg, akkor azzal is újra lehet, tehát a ballonos vízautomatára gondolok. Egyébként már van applikáció arra, hogy Budapesten belül megtaláld azokat a helyeket, ahol friss, szűrt vizet tudnak önteni a kulacsodba. Balázsék a Rádió Egyen! Hát, itt vagyunk. 3 perc, pontosan 10 óra, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán elköszönünk, gyerekek. Kedves gyerekek. Kedves gyerekek, elköszönünk tőletek. Megnézzük, hogy mit mond. Igen, tessék. Hello, ciao. De kár, értem. Balázsék, jó reggelt. Írtál nekünk esetben? Basszus. Igen, megvan. Amíg korán reggel írtad, lehet, hogy azért felejtetted el. Igen, meg dolgozok, aztán elmaradt most sajnos. Igen. Kötelező olvasmányokról beszélgetünk, csak néhány mondat erejéig, mert Feri említette, hogy miért ezt, hogy azt kell olvasni a gyereknek, vagy hogy miért nem válaszolt, hogy mit olvasson. És aztán ugye mondtam, hogy bármi csak jókait ne, hát ezzel végképp kiúztam a gyufát, engem a gyerekek, engem a több mozgalom, több irányzat akar meglincselni, legalábbis 8-10 éves gyereknek még nem, nyilván erről beszéltünk. Azt írta a tisztelt Sebestyén Balázs úr, én, mint a Jókai kör alelnöke, magam és a kör nevében is kikérem, hogy efféle szavakkal illesse az írót, hisz könnyen olvasható olvasmány és jókai művek is vannak, mint például bűn és bűnödés. Az anyám tükje. Az anyám tükje. Igen, de hallottam az elején, fölhúztad magad rajta egy picit. Micsodán? Nem vetted komolyan az elejét? Az SMS-ednek? Hogy a Jókai kör alelnöke vagy? Igen, igen.
Legtöbbször úgy olvasok be SMS-t, hogy már előre elolvasom. Ráadásul ő is olvasta ezeket a klasszikus jókaiakat. Így van, de ha még ha jókai kör alelnöke is írna magamnak, nem gondolnám, hogy felhúznám. Vagy írna nekem, nem jutnék el odáig, hogy felhúzzam magam, valószínű. És a jókait amúgy is Eliszil oda írják. Na, azt meg a másik. Egy kör alelnöknek ezt tudni kéne. Ja, Istenem. Ott már kilógott a lólám. Bizonyám. Nincs ajándékcsomag, de örülünk, hogy bennünket hallgatsz. Nem mondtad. Igen. Majd legközelebb. Legközelebb. Ahogy szokták mondani. Köszi, ciao. Hello. Köszönöm, szia. Hello, hello, hello. Na jó van, gyerekek, hát na, akkor ennyi volt. Mi megyünk, te maradsz még egy órát. Büntibe vagyok? Hát persze. Igen? Tudod. Most én vagyok büntibe? Ja, nem, csak egy felett kell. Felett kell. Jó van, gyerekek, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék elhagyták az épületet. De holnap reggel újra jönnek itt. Jó egyen!